Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Üdvözlet mindenkinek, 2023 9. 27 -e van itt a Yahoo útja csatornán, illetve Infobabot csatornán. Ezúttal itt a nagy dolgok keretein belül Várodi Attillával fogok beszélni. Attila, láthatátok néhány videót készítettem én Attillával kapcsolatban. Attila említést tett a Yahoo útjáról az ő videójában, és aztán úgy gondoltuk, hogy talán a legtisztább, hogyha leülünk és megbeszéljük ezeket a dolgokat. Ezúttal különösképpen arra fogunk fókuszálni, hogy a törvénynek, a tórának milyen szerepe van jelenlegi életünkben, itt az úgymond új szövetségben, illetve a megváltó áldozata hogyan viszonyul ehhez. Kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan vélekedik Attila, én összegyűjtöttem jó pár verset, hogyha ha ezekre akar esetleg reagálni, ha nem, meglátjuk, hogy merre megyünk, de a téma az a mai nap során az lenne, hogy megbeszéljük, hogyan alakul a törvény, illetve az új szövetség. Én ezzel a lendülettel át is adom a szót Attilának, bemutatkozik röviden, és aztán elkezdjük. Tiéd a szó, Attila. Üdvözöllek. Sziasztok, Attila a Isten királyságából, és bizonyára már ismertek engem a YouTube csatornámról. A félország szeret, a félország után, mert Isten úgy intézte az életemet, hogy szókimondó legyek. Mondom, a Roland is szókimondó egy csomó területen. Engem is azzá tett az úr, úgyhogy ö, igazából nincs mit mondanom. Azt szoktam mondani, hogy egy dirib darabokra összetört cserépedén vagyok. Isten beszélő szamara, hogy megfedjem a profétákat. Ö, sokszor ez nem egy könnyű feladat. Sokszor nekem is fájdalmaim, nehézségeim vannak, meg ö, udalásom, hogy jól csinálom-e, aztán kapok megerősítést, hogy ne hagyd abba, csináljad, szükség van erre is. De minden, ami vagyok, ahogy most Paul vagy Pálapostól mondja, hogy, 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 vagyok, ami vagyok, ugye Isten kegyelme által vagyok. És többet munkálkodtam, mint a többiek, de nem én, hanem Isten vele a való kegyelme. Tehát igazából Amivé jelenleg vagyok formálva, azt úgy hiszem, hogy az örökkévaló a mindenható által vagyok formálva mellesleg nem kell titkolnom, nincs mit ezen szégyelnem. Zsidó származású vagyok, vettem részt messiás hívő zsidó misszióban is, a zsidók Jézusét misszióban vettem részt. Majd onnan az úr tovább vezetett, amikor elkezdtek jelek és csodák történni, tehát amikor egy konkrétan egy démon kiment a Calvin kellős közepén nappal, úgyhogy mi nem is azt terveztük, hanem csak imádkoztunk betegekért és akkor elkezdett az életemben, ha szabad ezt a csúnya szót használnom, hogy aktiválódni az Isten királysága az életemben, amit én amúgy 18 éven keresztül keresgéltem, úgymond a kereszténység, gyűliszténység, én ezt a szót szoktam használni kereteim belül. Um, sokféle gyülekezetet megjártam, Magyarországit is, külföldit is, Angliában is voltam egy évet, Amerikában egy kicsit voltam, um, illetve elvégeztem egy amerikai bibliaiskolát, amiből, hát igazából, ahogy Pál is mondaná, hogy nagyon sok mindent kárnak és szemétnek ítélek, és úgymond teljesen más dolog, úgymond az összetöretés, a halál után a feltámadás erejébe járni, amikor tényleg Isten, drága szent szelleme, ugye, vagy ha héberesen mondjuk, akkor Ruachakados, vagy kódes eh, vezet bennünket. Úgyhogy uh, igazából egy megalázott emberrel látok szemben, aki lehet, hogy ahogy Pál is mondja, hogy dörgedelmesek a, ugye a, beszédei, de igazából egy szerető ember vagyok. Um, sokszor valószínűleg uh, nem jó fogalmazok, ezt kérlek nézzétek el nekem. Én is dolgozom az ügyön, hogy a kommunikációm az jóval fűszerezett legyen és kedves mindenkor. Erre törekedni kell. Én most ezen dolgozom. Uh, úgyhogy uh, Körülbelül ennyi lenne a bemutatkozásom, aztán majd lehet, hogy menet közben még kiderül egy-két bizonyságtétel, hogyha úgy adódik a dolog. Jó. Nagyszerű. Köszönöm szépen. Nagyszerű. én akkor az, azt, azt gyomosolnám, hogy vágjunk bele. A, ez az örök dilemma, legalábbis amit a keresztényekkel én lefolytattam beszélgetések során, ez örökké előjön ez a dolog a törvényel kapcsolatban. Én nekem szilárd meggyőződésem, hogy nekünk a törvények szerint kell élnünk, hiszen hogyan is élhetnénk másként? Mi is az alternatíva? Nincs is nagyon alternatíva. És ráadásul nincs is alternatív törvény felvázolva az írásokban a, ahhoz képest, amit a tanács megfogalmaz számunkra. Szóval az első kérdésem ezzel is lenne kapcsolatos. Nem tudom, nem derült ki számomra az a te videóidból. Mivel nem néztem annyit, de most el tudod mondani. És akkor abban maradtunk, hogy nagyjából olyan két-három percre szorítkozunk mind a két fél, hogy ne legyen ilyen nagy monológok. Szóval most igyekszem beleférni ebbe az időbe. Azt akarom megkérdezni, hogy a te álláspontod szerint, legalábbis te, melyik az a része a tanácnak vagy az úgynevezett ószövetségnek, amit te még ma is mérvadónak tartasz? Igazából a teljesírás Istentől ihletett, és a, az Úr Jézus, vagy hogyha Jesuának vagy... Nem tudom, te hogy szoktad nevezni a csatornádon, de hogy ő úgy fogalmazott, ugye, hogy egyetlen törvény, tehát egy jotta, meg egy vesztőcske, vagy úgy is mondhatunk, hogy betűkülönbség se fog ugye eltöröltetni a anakból, igaz, és aki úgy tanítja, hogy nem tartja meg, akkor ő lesz a legkisebb az Isten királyságában. Viszont aki megtartja és úgy tanítja, az nagy lesz Isten királyságában. Tehát az Úr ezt hagyta ránk. Tehát mivel a teljes írás Istentől ihletett, ezért a törvény szent, igaz és jó. Tehát az egész tanahot elfogadom. Világos. Most kell néhány írás előkerült, amit én is meg akartam beszélni, ugye Máté 5.18 volt az egyik, amit említettél, Timotaus az második levél 3.16 a teljes írás elohimtól ihletett, illetve most itt a végén az, az már rómaiakhoz volt a 7-es fejezet 12 a, a, törvény jó és szent és igaz. Most akkor az a kérdésem, hogy elfogadjuk akkor a teljes csanákat, jól értem, hogy de, de mégis mégsem, mert hiszen ugye az a dilemma mindig, hogy ha, ha, ha nem mondhatom azt, hogy elfogadom, de közben, még ha jól vettem ki a szavaidból abban a videóban, még a tíz parancsolat is valamilyen formában igának minősül, sőt, az olyasmi, amit nekünk el kellene kerülni mindenképp, hisz ha bemegyünk alá, akkor az valamiféle halállal jár. Legalábbis én ezt szűrtem le abból a videóba. És ez az én nagy problémám ezzel a, az egész, mert mondhatjuk azt, hogy te keresztény gondolk beállítottságú vagy. Nem, 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 vagyok kereszt, nem vagyok keresztény. Jó, akkor mi mindjárt... Jézus követője vagyok. A keresztény voltam 18 évig. Most már Jesuak vagy Jézus követője vagyok. Krisztusi vagyok, úgy kell mondani. Krisztusi. Rendben. A szó... görög krisztiános szó az nem keresztény jelent, hanem Krisztus párti, ugyanúgy, ahogy a heródiánus szó görögül azt jelenti, hogy Herodes párti. Tehát én Krisztus oldalán álló vagyok fair, akkor szóval akkor ha elfogadod a tanácsot, mégis hogy lehet az, hogy arról van szó, hogy aki a tíz parancsolat szerint próbál járni, az valamiféle iga alá kerül, vagy, vagy az, az maga már a, a, halál, jól értem? Ez, ez, ez kellett, hogy jelentse, amit mondasz. Abban a videóban. Ezért is reagáltam rá úgy, Első Korintusi Levél 1556. A bűn ereje a törvény. Tehát a, a, a törvénynek az a célja, hogy a bűnt fölszítsa az emberben, vagy egy másik verset idézek: hogy a bűn a törvény ismerete által van. Tehát a törvény azt úgy kell elképzelni, mint egy lázmérőt mondjuk, vagy egy hiba mérő műszert, amely megmutatja az embernek a hústesti természetét. Ugye a hústesti természetnek az a lényege, hogy föl van lázadva az Isten ellen, vagy Elohim ellen, ha úgy tetszik és nem tud az örökké való alá bemenni. És a törvényt azért kaptuk, hogy kimutassa az emberben a bűnnek a jelenlétét. Ez egy műszer. Továbbá hát... a bűn ereje a törvény, ugye ezt a római levél is sok helyen kifejti, ugye, hogy hát a, a bűn az fölszítja, bocsánat, a törvény fölszítja a, a bűnt. Vannak ugye ilyen biológiai laboratóriumok, ugye, ahol hogy valamit vizsgáljanak, belerakják egy. Igen. Bejött... Ja, csak igen. Tehát bejött, bejött egy. Ugye a biológiában csinálnak olyat, hogy fölszaporítanak mondjuk egy baktériumtenyészetet, vagy valamit, és a, a szabad így mondani, a, bű, a törvénynek az a szerepe, és fontos, hogy a törvény nem a bűn, oké? Okay? A törvénynek az a szerepe, hogy a bűnt, mint baktériumtenyészetet fölszaporítsa. Ez a célja a törvénynek. Ezt nem értem. Ezt nem értem, hogy a, a törvény mint felszaporítja a bűnt. Mi a bűn? Meg Beszéljük már meg az, hogy a te olvasatodban mi a bűn? Mi a definíciója a bűnnek? Mi, mi lenne az, hogyha azt kérdezném, hogy Attila, mi a bűn? Mi, az, ami, mi a definíciója? Meg tudod adni nekem a definícióját a bűnnek, hogyha ha arról lenne a bűn, szó? Így van. Uh -huh. Több, többféle definíciója van. Az egyik a céltévesztés. A másik a, ugye, az elbukás vagy áthágás, tehát amikor le, le, leesel az útról, ez az elhágás. A harmadik definíciója a bűnnek az, hogy kiesel az örökségből. Van egy ilyen definíciója is a bűnnek. De szerintem a legfontosabb definíciója a bűnnek az az, hogy te Istentől függetlenül akarsz jó ember lenni. Ahogy a, a, ugye a sátán az Édenben azt mondta, hogy olyanok lesztek, mint Isten, amivel amúgy semmi baj nem lenne, hogy, hogy hasonlítsunk Istenre, mert ugye a képmásai vagyunk. A probléma az az, hogyha Istentől függetlenül a saját erőnkből akarunk Istenhez hasonlítani, vagy akarunk jók lenni. Ez a bűn definíciója, hogy Istentől függetlenül akarunk élni. Ugye, és ugye ez... ugye vagy Ézsaiás, egy pillanat, Ézsaiás 53, ugye azt mondja, hogy minnyáján tévejektünk, mint a jók, ugye a magunk útjára tértünk, de az Úr őt, ugye Jesuárt sújtotta, minnyájunk vétkért. Üggetlenség, talán ez egy jó szó, és ebben minden benne van. Szóval akkor mondjuk, ha megmutatom ezt a verset, ez János, első levél, hármas fejezet, négy, nem tudom, melyik a, a az a megfordítás. Ki tudom meg... nagyítani? Ki tudom nagyítani? Valahogy én is. Nekem csak ez most egyelőre az megy, ja, hogy ez oké, a három egymás szóval mellett legyen. Még örülök, hogy ezt is el tudtam érni. Még jó. akartam, hogy ez ugye nagyobb, de nem akarok annyira variálni, de azt hiszem meg lehet csinálni. Nég pedig úgy, hogy valami rá lehet tenni a fókuszt erre, de mm, az előbb sikerült. Uh, Igen, egy pillanatra, most ez a szuper köszi. Jó? Aha. Jó. Akkor azt mondja, hogy mindaz, aki bűnt követel, a törvényt is megszegi, mert a bűn az törvényszegés. Szóval János ah. megadja a definícióját a bűnnek. Törvénytelenség a, a Károliban ez a kifejezés, igen, és ez most anomia a, görögül, anomia igen. Anómia, pontosan. Ezt nem akarom most még ezt is megosztani a képen, mert most ezt kénytelen mindenki elhinni nekem, de tehát a bűn az a törvénynek a megszegése. ez a definíciója a bűnnek. Ha azt mondod, amit te mondasz, én azt is elfogadom, ha meg, ha meg tudod mutatni, hogy hol van az leírva, hogy azok a definíciók, amiket te mondtál, az valahol elhangzik. Én legalábbis így szoktam, de nem akarok Aha. nagyon odaállítani a, 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 a pódiumra, csak ha, ha ne, nincs nem gond, én azt is elfogadom, amit mondasz, de én úgy élem az életem, hogy a bűn az törvénytelenség, és úgy tűnik egyébként, hogy Saul egyetért ezzel, hisz abban a fejezetben, amiről te beszéltél a rómaiakhoz, hatos ez. Amikor is a, a, azt mondja, hogy aki meghalt, az felszabadult a bűn alól. Ez a hetes vers, aki meghalt, az felszabadult a bűn alól, hogy, hogy éljen Istennek. És ezek szerint akkor az az ember, aki felszabadult a, a bűn alól, a bűn pedig a törvény megszegése, az azt jelenti, hogy mi nem élhetünk törvényszegőként tovább. Ezt jól gondolom? Azt mondja, hogy ne uralkodjék, tehát látod, a, am amit megosztottam? Igen, látom. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben. Szóval, ha bejelentesítem ide a bűnhöz azt a törvényszegést, amit János megadott, akkor azt mondja, hogy ne uralkodjék tehát a törvénynek a megszegése a ti halandó testetekben. Ez az, ami, végig erről beszél. Sőt, azt mondja, hogy se ne szálljátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak, és ez a hamisság, ez adikia, ami azt jelenti, hogy jogtalanság, vagy igazságtalanság a dikájosz igaz szóból. Az pedig visszavezet minket a szadikhoz ami biztosan tudod, az azt jelenti, hogy valaki jog szerint él, azaz a törvény szerint él. Tehát ne legyél, a tagja, a tested, az ne legyen eszköze a, ennek a törvényszegésnek fegyvereül a bűnnek, ami a törvénynek a megszegése. Szóval az az én kérdésem, és akkor még mehetünk tovább, mert itt elég sokat beszél erről. Igen, így van, definiálnunk kell majd, hogy melyik törvényről beszélünk. Igen, de értem, persze, mert a bűn rajtatok nem uralkodik. Szóval a törvény szegés, az ti rajtad, mert nem vagytok a törvény alatt, hanem kegyelem alatt. vagy. törvény? Na most Még nézzük törvény. meg akkor, hogy melyik törvény az, amiről beszél. Így van. Na, ö, akkor ugye van körülbelül két percem nekem is. Hát nem, mondhatod, Na. Már Jó, meglátjuk. Első három. Korintusi Levél 9. rész 21-es verse, ha oda tudsz kérlek lapozni. A törvény nélkül valóknak törvény nélkülévé ugye lettem, szövegkörnyezet, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus vagy a messiás ugye, törvényében való, hogy törvény, hogy törvény, nélkül valókat nyerjek meg. Itt fontos megérteni, hogy van a kínai törvény, de itt van a messiás törvénye. És fogjuk látni, hogy van a bűn és a halál törvénye, hogy a Róma hétből is és van az Isten szellemének a törvénye is. Tehát itt most fősoroltam legalább négy-öt különböző törvényt. És nem, nem ö, önkéntesen te nem ö, mondhatod azt egy törvényre, hogy az már pedig csak a sínai törvény lehet. Mert a Szentírás többféle törvényről beszél. Tehát Pálapostól azt mondja, vagy Saul, hogy a törvény nélkül valóknak törvény nélküli vélettem. Hoppá! Mondok egy példát, Szerinted pálapostól ő, nem evett mondjuk disznóhúst, amikor bement a pogányokhoz? Biztos, Na, hogy, hogy nem. nélküli százalék, hogy nem. És amikor, akkor te mit értesz az alatt, hogy Pétert, ugye ő megdorgálta, hogy amikor, ez azt hiszem a Galata levélben van, hol volt? Galata. Emlékszem, amikor azt mondja, hogy képmutatóskodik Jakabbal azért, mert ott ül velük, eszik, aztán közben meg elült onnan, mikor megérkeztek Jakab meg az előjárok. Igen, tehát azt mondja, hogy te zsidó létedre pogány módra érsz. Na ezt hogyan értelmezett, hogy egy apostol hogy tudod, a zsidó létére pogány módra élni? Nézd, az semmi... keres... azt sem... beírom hogy csak keressük meg a keresőben, hogy a nézők is látják. Uh -huh. Azt semmiképp nem jelentette, hogy ők elhagyták a, a tórát. -az, -az, minden más jelenthetett, csak azt nem. Miért Hiszen... nem jelenthette azt, hogy elhagyták a tórát? Hát többek között azért, mert a tórába tartozik az, hogy szeres fele barátodat, mint te magadat. Szóval, hogyha elhagyják a tó, és szeresd az urat, vagy jahuát, a te istenedet, teljes is szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. Ez szintén a tórához tartozik. Ö, azt kétlem, hogy ezeket ők csak úgy elhaingálták. Szóval az meg, hogy... De az, hogy a kétlem, a kétlemet be kell bizonyítanod. Akkor bocsánat, én is visszamondom. Nem ne probléma, előtt. ide van írva, azt mondja Saul a Galatákhoz 5. fejezet 14-ben, hogy mert az egész törvény egy igében teljesedik be, szeress fel a mint te magadat. Szóval ebből láthatjuk, hogy nem hagyták el, hiszen idézi Mózes 3-as könyv 1918-at, ami szeres fel a barátodat, mint te magadat, a Tóra. Az egy dolog, hogy ő idézi a Tórának egy dolgát, de mégis azt mondja, hogy űzd el a rabszolganőt egy másik helyen, ott meg egész pontosan a sínai törvényről beszél, hogy az rabszolgaságra szül. Oda is majd. Oda is el kell majd menni. Egyébként most, ha itt maradunk, azt mondja, hogy az egész törvény, mi ez az egész törvény, egy igében teljesedik be, szeres fele Hol teljesedett be a törvény? Most az a probléma, hogy mindjárt elmegyünk az a pillanat menjünk már vissza egyet, itt van a képernyőn. Azt mondja, mert ugye nem tisztáztuk, hogy mik ezek a törvények, itt csak felsoroltad azt a négyet. Azt mondja, hogy a törvény nélkül valóknak törvény nélkülivé vált, Igen. de azt mondja, hogy nem vagyok Isten törvénye nélkül. Mi ez az Isten törvénye? A, nem, nem, ott nem, ott tovább kell menni a hanemet. Ott mutatja a hanemet. Jó, hanem Krisztus törvényében, törvényében való. Na Krisztus törvényébe vagyunk, és itt jön be a két szövetség Nem azt mondja, tulosség. hogy nem vagyok Isten törvényen nélkül, hogy lehet. Álmen, és melyik? Hogy lehet valaki nem Isten törvényében, ha az a Krisztus Nagyon törvénye egyszerű. az egy másik dolog. Szóval nem Nagyon lehet egyszerű. benne, hisz a kettő ha nem Nagyon azonos, egyszerű. akkor nem lehet benne. Nem, nem azonos, mert két darab testamentumról beszélünk. Van egy testamentum, ami előtt Ábrahám már igazként lett nyilvánítva, ugye amikor fölnézett a csillagokra, meg elhitte, hogy annyi utóda lesz, mint a homok, igaz? És azt nem semmisíte meg ezt az igazzátevést a 430 évvel rá keletkezett sínai törvény. Tehát Ábrahám már a törvény előtt szaddik volt, a szabad ezt így mondanom. Jó, és utána megkeletkezett a mózesi törvény a sínai hegyen. Oké. Okay. Viszont van egy másik törvény, amit szintén megszületett, mert ugye Jézus mit mondott, Jesua mit mondott, hogy a törvény és a proféták a bemerítő Jánosig vannak hirdetve, de most már mi hirdettetik? Most már az Isten királysága hirdettetik, és az emberek ugye, ugye erőszakkal igyekeznek bemenni abba. Hát meddig hirdettetett a Mózes és az Illés? A törvény és a proféták meddig hirdettetett? Hallgatom. Bemerítő János Igő hirdettetett. És hogyha odatérünk, amit Pál elmond a Galata levélben, hogy a törvény az egy pedagógus, amiről beszéltem is az egyik videóban, ugye az, az iskola busznak a vezetője, aki beviszi a diákokat az iskolába, de amikor a tanórán ott ülnek a diákok, nincs szükség a pedagógusra, a buszvezető továbbment ezt mondja a pálapostól, hogy most már nincs szükségünk a, diakó, a, a, bocsánat, Jó, a pedagógusra. Egy pillanat, mert most már, már elmentünk messzire a 1 Korintus 9.21-től. Szóval én még vissza akarok térni ide. Azt mondja, hogy nem hát, vagyok igen. Isten törvénye nélkül. Á, nem, á, Egy Definíció. pillanat, értem. Pillanat. Mit jelent az, hogy Isten törvénye? Mi itt, amikor Ott, azt mondja... Nem, 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 a egy ha nem pillan... csak egy pillanatot várja. Van egy Jó. kérdés. Az a kérdés... Hogy mikor azt mondja Saul, hogy Isten törvénye, mire gondol? A ha hanem utána Krisztus törvényére, az azt jelenti, hogy nem, amit Krisztus nem, nem, nem mond, Még az egyszer hagyd tegyem fel a kérdést. Hogyha olvasom ezt. hogy Noha nem vagyok Isten törvénye nélkül. És akkor így megállok, és azt mondom magamban, hogy mmm, de érdekes, mi ez az Isten törvénye vajon? Mi ez az Isten törvénye? Te tudod a választ erre, hogy mi az Isten törvénye, amiről itt beszél Saul? Mire Ott gondolja? van a, a környezetben. És mi az? Hanem Krisztus törvényében vagyok. Most definiáljuk, mit jelent az, hogy Krisztus törvénye. Én hallgatom. Na, hogy hangzik a nagy misszió parancsa Máté evangéliumának a legesleges -leges legvégén? Ugye úgy hangzik, hogy elmenvén, vagy miután elmentetek, vagy azzal a móddal, hogy éppen menésben vagytok, ugye tanítványozatok, vagy tegyetek tanítványokká gyakorló, ugye megtartó tanítványokká minden népeket, két módszerre, ugye bemerítvén és tanítván, igaz? És a tanítvánnál ott az van, hogy megtartsák mindazt, amit kiparancsolt nektek. Ugye Jézus mondja, hogy én Jézus parancsoltam nektek. Na ez a Krisztus törvény. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tehát a misszió parancs szerint nekünk be kell tartanunk azokat a törvényeket, vagy parancsolatokat, amelyeket az Úr, Jézus, Jeshua, vagy Jahua, vagy nem tudom te hogy szoktad mondani, de értitek a lényeget, tehát ahogy Jézus parancsolta a, a gyakornokainak, a követőinek. És amikor azt mondja, hogy Krisztus vagy a messiás törvényében vagyok, akkor erre kell gondolni. Azokra, amiket ő És parancsolt. Így van, amit az Semmi más, jézus, csak az, amit ő kimondott a szájába. Amit én parancsoltam nektek. Ahogyha odalapozol, így van, és megmagyarázom, miért. Ha van egy percet. Lapozzunk a Apostolok cselekedete 15-ös része az első zsinathoz. Nem, 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 nem. Egy pillanat, hogy kardinális... értsem már meg, amit mondasz. Azt mondod, okay, hogy. A... Azt mondod, hogy... Ta, tanítsa, ez egyébként egyetemű, amit mond, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Ez azt Hű, akarod mondani, van. hogy amit ő a kimondott a, a száján, amit ő kimondott a száján, azt nekünk csinálnunk kell. Így van, mindazt. Tehát Mind, az mindazt. összeset. Mindazt, amit ő kimondott, és amit csinált, amit, amit csinált, azt nem. Csak amit, amit mondott. Para azt mondta Jézus, hogy nálam nagyobbakat is fogtok tenni, azt már nyilván a Szent Szellem fogja megvalósítani. Én arra gondolok, hogy a példát, amit bemutatott, mert ugye a tanítvány szerintem az azt jelenti, ez itt didaszkó, de a tanítvány szót, biztos tudod, ami ma jelenti? Igen, de azt jelenti, hogy valaki megy a tanár után és csinálja azt, amit a tanár. Szóval azt mondod, hogy nekünk nem kell csinálni azt, amit ő csinált, csak azt, amit mondott. Csak kérdezem a bocsánat. Nem, tehát amit én parancsoltam nektek, ebben az esetben ugye erről beszélt tehát ugye mindig az adott iges szakaszt magyarázzuk. De összességében most már meg tudjuk érteni. De ne ugorjunk nagyot. Tehát az induktív tanulmányozás lényeg, hogy mindig az adott iges szakaszt tanulmányozzuk, és itt ugye most a parancsolat a lényeg, és a mindazt. Tehát, hogy a tanítvány meg fogja tartani, na de most ezt önerőből ugye nem fogjuk tudni megcsinálni, ezért mondta, hogy vesztek erőt, amikor leszárátok ugye a Szent Szellem, és lesztek nékem tanúim, igaz? Tehát ahhoz, hogy mi be tudjuk mutatni, tanúskodni tudjunk a mesiásról, így az élőben a háromdimenziós életünkben, ahhoz kell a Szent Szellem, és ő fog segíteni ugye nekünk betartani Jézus parancsait, illetve azt az életet élni, én ezt úgy szoktam fogalmazni, hogy ez egy organikus élet, te elvetsz egy búzamagot, abból kinő egy búza. Hogyha a szívedbe elvetik az Isten igéjét a magvető példázata alapján, és az Isten igéje a logosz az a messiás, ugye? János első fejezete alapján. Akkor ha bekerül a, a messiási maga szívedbe az igé a logosz, ugye? Akkor ki fog belőled nőni a messiási életforma, amit a Szent Szellem élő vizek folyamai segítségével fogja ezt megvalósítani bennünk. Tehát nem te fogod úgy mond a saját erőfeszítéseiddel De az el, nem csinálni. lesz olyan, de az nem lesz olyan az a gyümölcs, mint amilyen gyümölcsöt ő termett, hiszen én nekem nem kell csinálni azt, amit ő csinált, nekem nem kell a sabatot megtartani, nekem... Hiszen, hiszen, ne, ne hiszen életünk pillanat, pillan 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 mindjárt, mindjárt hm? pillanat. Szóval azt mondod hogy kinő az ige a mag. Szóval mindenkinek meg kell tudni válaszolni azt a kérdést most magában szépen, aki nézi, hogy ha elvetem azt a logoszt, ami ő volt, János egy-egy alapján, az ige testélet köztünk járt, melyik igéről van szó? Nem lehet szó pál leveleiről, hisz pál levelei nem léteztek akkor, mikor ez történt, hisz ő testé vált, még akkor pál nem volt a képben. Szóval mi az az ige, amiről beszélt a tanák? Nem lehet más, csak az Ószövetség, hisz nem létezett semmi más. János, Péter, Pál, Timóteus, ezek számára az írás, az ige, az az Ószövetség volt, hisz nem létezett az Új Szövetség. Szóval, ha az Ószövetség, mint a Logosz, bekerül az ember szívébe, valóban, akkor úgy kellene, hogy járjon, ahogyan Jézus járt. Megtart, van. pillanat, mindjárt befejező, persze. Megtartván a parancsolatokat. De, most azt mondjuk, hogy nem kell, csak azt kell csinálni, amit mondott, de amit csinált, azt nem, hisz nekünk már az ünnepeket nem kell megtartani, mert ő betöltötte. Ő betöltötte az étkezési szokásokat, azokat se kell megtartanunk, sőt a sabbatnapot sem kell megtartani, ami a legfontosabb, az összes ünnep közül az ószövetségben e köré rendeződik az összes probléma, a sábatér, stb. Szóval kinő a magból egy fa, ami nem hasonlít arra a magra, amit elvetettünk. Hisz nem azt az életformát eredményezi, amit a mag eredményezne, illetve amit Jahusa demonstrált, mikor itt volt. János 518. De akkor, akkor ezt elhagyjuk ezt a szakaszt, ami most itt van. Jó, igen, a jános, jános 518-ban nézzük meg, hogy Jézus hogy tartotta meg a szombatot. Mi most ugye már a Jesuát követjük. Tehát nem a Mózes, nem az illés követjük, ők már bementek a felhőkbe, és íme az én szerelmes fiam. Én csak azt hittem, hogy sem. a mag, ami kinő, az, a szó, az az ige, és az ige az Ószövetség, szóval, ha kinő ne, úgy, nem. nem úgy, itt itt van egy. Nem az ige, nem az Ószövetség, hanem Jézus. És akkor az ige, amikor azt mondja János, hogy az ige testélet, az mi az az ige, ami testélet? Az ige az, az az Istennek az agyjárását jelenti, a logosz a logikához kapcsolódik, azt jelenti, hogy Isten teljes gondolkodás módja. Az Isten logikája testélet. Ne keverjük össze az ószövetségi tanakkal, az Isten logikája testélet. Nem? Az, az, ez a logosz, ez egyáltalán nem jelent itt se, semmilyen logikát. Jó, nézzük meg, Jézus, hogyan tartotta be a, szombatot egy pillanat, a csak Egy pillanat, mert most arról van szó, hogy a logosz az logikát, Isten logikáját jelenti, szóval azt... Többek között sok. Ne, ne, sok de, sem de itt de ez. akkor ezek szerint szerinted János első fejezetben az, hogy az ige, ezt látja látod most te is mindenket. Kezdetben volt Így Isten logikája. Mert Így ugye behely. Agyjárása, az, a az agyjárása, a meg az agymenése. A remszere, és Isten remszere. logikája, vagy agymenése Istennél volt, és Isten volt, ez a, ez a, a logika. gondolkodás, így van. Szóval. És akkor akkor a keresztények, akik azt gondolják, hogy Jézus Isten volt, most nem tudom, hogy te osszod ezt a nézetet, csak villám gyorsan, Jézus Isten volt, vagy Isten... Mint a szem... de mindegy, hagyjuk is, hagy, Ró, hagy, Ró, foly, hagy, Ró, hagy, hagy, Ró, Ró, már 9, ezt. 5. Ezt lezárom így, 9. ahogy van. Mm -hmm. Szóval azt akarod mondani most, hogy ez az ige, ami itt ige, ez nem a mint ahogy mindenki értelmezi, kivétel nélkül, szerintem én ezt nem is hallottam még, hogy ez a logikája, hogy ez a, az ószövetségi az ő szava, Elohim szava, de Barim egyébként a, ez a, 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 logosz, ami visszautal az összes ő szavára, hanem ez valamiféle más dolog, mint amit nekünk kinyilatkoztatott. Úgy, hogy azt mondja, hogy, hogy ez az a dolog, az ige testélet lakozott köztünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszerű dicsőségét, teljes vagy kegyelemmel és igazsággal. Tessék! Szóval ez a logikája, és nem az ő szava. Nem, nem, lakozott köztünk az rossz fordítás, azt pontosabban úgy kell fordítani, hogy sátorozott mi bennünk ez, a, ez az eredeti. Oké, okay. amikor a messiás belét költözik a Szent Szellem által, hogy megtartjuk az ő parancslatait, János 14, akiben megvan az én igen, tehát aki megtartja az én parancslataimat, tehát nem a Mózesét, hanem az enyémet, a, az szeret engem és, és az atyámat, és ahhoz eljövünk, és annak nyilatkoztatjuk ki magunkat. De visszatérve a Jézus Istene című kérdésre, Róma 9.5 akiké az atyák, és aki közül való tesz szerint a messiás, aki mindenek felette örökké áldandó Isten. Ámen. És ez jó fordítás, ezt megnéztem a görögben. Nem, nem, nem más akarok most belemenni menni, mert akkor eltérünk a törvényt. De, de csak a kérdést, tehát megkérdezted, hogy én hogy gondolom Értem. a Jézus. Szóval én Istennek úgy, tartod, hát, az a lény. Jézust Istennek tartom, így van. De itt, Eljöntem, de itt aki, az aki, aki eljött hozzánk közénk, ez nem a Elohim szava volt, vagy az ő beszéde, hanem az ő logikája. A logikája, így van. A, logikája. A szó, az a réma lenne, az a szó az a réma lenne. Tehát, ez, tehát az Isten logikája lett háromdimenziós testben manifestált, ugye az, a messiásban manifestálta Isten az ő logikáját. Ez, ez nem lehet az ő logikája. Én meg fogom nézni most mindjárt a septogintában hogy, hogy miként szerepel ez a logosz. Most nem is tudom, hogy ezt hogy tudom megnézni. Isten, már el? Lehet, hogy... Jaj, aha, értem. Egy pillanatot hajtják. Meg fogom nézni ezt a szeptolgintába, de ez egy darabszor sem szerepel a szeptolgintában úgy, mint logika. De elmondom, hogy hogyan... Mikor jelenik meg először a logos kifejezés a a görög nyelvű ószövetségben. És azt mondja, hogy dolog, dolognak fordítja egyébként Számos alkalommal. De. Igen, mert amúgy számvetést is jelent a, a logosz, tehát Világos. A számviteli szót is jelent, igen. De, de hogy ez logikát jelentene, én ezt nem. Ezt még a keretrendszer, nem... észjárást jelent. Majd né, nézz utána a, a, az mls i szótárban, mindjárt mondom, ez a. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm. Ez azt jelenti itt, itt most a, a Strong konkordanciában. Megnézzük másos, de itt, itt az, ez, az, ez csak így, az az írás, beszéd, prédikáció, profécia, utasítás, parancs, elbeszélés, közmondás, írás, írásmű, dolog, téma, tárgy, mondani való, számítás, számadás, felelősség, ok, cél, figyelembevétel. Szóval, ez, ha azt mondod, hogy ez nem a szó, szóval a, a, és ezzel lezártam ezt a János történetet, mert nem akarom a végtelenségig ezt erőltetni, de azt akarod, akkor még egyszer, ez az ige, ez nem az ő szava, ez nem a, nem a teremtő szava, hanem ez az ő logikája. Mert akkor lehet a szava is, hogyha kimondja természetesen, de az már réma lesz. Tehát a logosz lehet kimondó szó, csak az már inkább a réma. Rendben, de akkor ez nem utal vissza az ószövetségben elhangzottakra. Az Isten keretrendszere, ez az egész, az Istennek az a bedrótozott agya. Bocsánat, hogy ilyen profánul fogalmazok, tehát ez az Isten észjárása, talán ez a legszebb szó, hogy észjárás. Világos? És az Isten úgy. észjárása lett háromdimenziósá a messiásban. Uh -huh. Ezért tudta kimondani, hogy aki engem lát, ugye látja Abbát, igaz? Uh -huh. Amikor először beszél erről, akkor azt mondja. Jól látom, ez az pont, ez a paráznaság okán így mondja ezt. Igen, ez a számbetés, ilyenkor ez ok. egy számviteli szó, így hm. van. Tehát ez jelent számadást is. Bilágos. Amikor számadást kell vetni, ott is logos van. Tehát a logosz az egy több is szó. Tehát nyilván az megfelelő szövegkörnyezet szerint kell alkalmazni. És akkor itt Jánosnál. Ez azt jelenti, hogy az ő logikája, szóval ne, addig mi... az egész, A János, tehát az egész János, ugye annak egy egész szószerkezete van a Jánosnak, ezt tudod. A Jánosban a logos az mindig Istennek a logikáját jelenti. A logikáját, mert... Jó térjünk vissza arra, hogy mit parancsolt nekünk a nagy, nagy küldetés során. Máté 28.19-ben azt mondja, hogy tanítván ők, őket megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nekik. Ami ja, azt jelenti, ez hogy... Csak... Igen? Uh -huh. Nem, mond. Igen. Igen. Tehát ez csak ugye a, a misszió parancsot, azt össze kell rakni mind a négyből, de valaki ötöt is mondhat, mert az abcselben is van egy pici belőle. Tehát Máté, ugye Márk Lukács Jánosban, ez így kirakósként el van szórva, ugye a királyok dolga ugye az Isten titkait megtalálni, igaz? És a, a nagy kiküldési parancs, vagy misszió parancs, az szét van szórva a Mátéban, a Márba Lukács Jánosban, és én még a blogomon egyszer összeraktam, most hagyd ne ezzel a nézőket. A lényeg, hogy ugye, elmenvén tanítványozni, ugye megvan írva, hogy, hogy ugye aki hisz és bemerítkezik, üdvözül, aki nem hisz, ugye elkárhozik, ugye akik hittek, ezek a jelek kísérik őket, ugye az első az, hogy az én nevemben ugye démonokat üznek, akkor ő, új, azaz precedens nélküli nyelveken fognak beszélni, akkor hogy abba az esetben, ha mérget innának nem árt nekik, kígyókat emelnek el az útból, ez spirituális háborút jelent, de pálnál láttunk egy igazi kígyót is a tűzbe vettetni, illetve ugye gyengékedőkre teszik a kezüket, és azokkal jó dolog történik. Ez az eredeti fordítás, ezt utána tudsz nézni majd a görögben. Tehát nem feltétlenül betegre, bármilyen gyengékedőre. Uh -huh. Veted a kezedet, ugye ez lehet áldás is, a többi ugye kiküldetés. Ugye a kézlételek, ugye benne van a zsidókhoz, itt levél hatodik részében, ugye a hat alaptanítás között a kezek rátevés És akkor ez, ez az, amit nekünk csinálnunk kellene? Ezek követnek. És akkor mi az, amit, amit csinálunk kellene? Mert ugye az volt a kérdés. Szóval a, azt mond, a, arról van szó, mert amit én mondok, az a következő. Azt mondod, hogy azt kell csinálnunk, amit ő mond, parancsolt, de azt nem, amit ő csinált. Pillanat már úgy látom, hogy lefagyott a Attilának a kamerája. Valójában a, tehát amit mondott, azt csinálnunk kell, de nem kell úgy élnünk, ahogy ő élt. Szóval mondhatom magamról azt, nem, mindjárt. Én nem, én ezt mondom. úgy tűnik, akkor utána elmondod, csak úgy tűnik. Szóval, ha, ha, de, de egyébként igen, mert ugye nem kell az ünnepeket, a sabatot megtartani, amit őt is, ő is megtartott, nem kell úgy étkezzünk, meg egy csomó más dolgot nem vonatkozik ránk. Hisz ő bűntelen volt, ami azt jelenti, hogy ő megtartotta a teljes tórát, hisz ezt jelenti a büntelen. Hogy, hogy a Tóra szerint élt, de nekünk nem kell. Ami azt jelenteni, hogy én lehetek az ő tanítványa úgy, hogy nem úgy viselkedek, mint ő. Ami egy igen furcsa dolog. De itt azt mondja, hogy... Honnan tudom, hogy ő megtartotta a szombatot? Meg kellett, hogy tartsa, hisz nem lett volna bűntelen. Hogyha megszegi a... akkor... Ő nem, ő nem lett bűntelen, ahogy a papok is megszegik a szombatot, hogy amikor bemennek a... a ugye szombaton is csinálják a rituáléikat, igaz? Dávid sem szekt meg úgy a szombatot, amikor, vagy a, ugye, amikor a szent kenyereket elvette, emlékszel erre? Pont ez volt Jézus érvelése, amikor ugye a gabonákat ott tépkedték, ugye a, a tanítványok, ha jól emlékszem, ez azzal volt kapcsolatos. 12-es fejezet mindjárt... Látok. Igen? Hát, ha ah, jól Jó. Reméksz. Rendben, most viszont megkeresem, mert nekem eltűnt az, hogy de nézd, pedig. itt van 12-es fejezet, ez Máté a kalászték. Igen, János 28, ezt akartam. Igen, János 28. Jó. 18, János, 518. János Kérlek, 5, 18. János 5, 18. Olvashatod, meg, megkeresem addig. Jó. Emiatt aztán még inkább meg akarták őt ölni a zsidók, mivel nem csak a szombatot rontotta meg, hanem az Istent is saját atyának mondotta, egyenlővé tévén magát az Istennel. Igen. János 5, 18. 18. Hát ezt mondták a farizeusok. Hogy ezt ezt nem a farizeusok mondták, ezt, ezt János írja le a Szent Jó. Persze. Tehát a, nem csak azt írja, a... János leírja, hogy a szombatot megrontotta. Nem. És az Isten saját ő, 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 azt, ő azt írja, hogy a zsidók meg akarták őt ölni a zsidók, mivel nem csak a szombatot rontotta meg, hanem Isten is saját atyának mondotta, szerintük. Nem, nem ő az, Szerintük, hát azt ne, ne adjál hozzá az igéhez. Nincs a szerintük benne a Szentírásban. Szóval azt akarod mondani, vesz... hogy ő megrontotta a, a szombatot, ennek ellenére ő bűntelen volt, Elohim báránya, mint áldozat. Mit mondott Jézus, hogy ő micsoda a szombathoz képest? Nagyobb van, itt a, nagyobb van itt a szombatnál. Szom... Nagyobb van itt Salamonnál, igaz, nagyobb van itt a templomnál. Nézd. A probléma abból. abból ered, hogy azt gondolod, hogy a pap, ha megrontja a szombatnapot, az nem számít neki bűnnek, hisz az nem, mert a... Ő, ő nem a sínai szövetség, ő nem a lévitai papságból származik, hanem a mel melkis érekbeli papság, de mindegy, teljesen más. Mindegy, mert a Máté az evangéliumában láthatjuk, de mindjárt, csak figyeld ki, Máténál láthatjuk, hogy megszegi a törvényt a pap, Így és van. mégsem számít neki bűnnek magyarul bűntelen, ahogy mindvégig mondtam. Így van, bűntelem, mert, elmondom miért. Mert hogyha van egy civil polgári törvény, oké, okay, de van egy vészhelyzeti törvény, oké, okay, akkor a vészhelyzeti törvény lép életbe. Hogyha ha van egy katona, ez egy másik példázat. Ha van egy katona, akkor az kap olyan jogokat, hogy ő például ingyen utazhat a vonaton, meg a BKB, meg stb. bitát, rá nem vonatkozik az a törvény, hogy fő kell mutatnia a bérletet. Tehát, hogyha te a melkiségekbeli papról beszélsz, mindjárt felolvasom azt a részt. De itt nem a melkiségek papról van szó. Szóval de Jézus a melkiségek papja. De meddete. a többi pap nem. És az ezért hozza a paralelt, hogy lássuk, hogy ő ugyanolyan, mint azok azt mondja, hogy vagy nem olvastátok el a törvényben. Szóval, akkor ez a mózesi törvény, akkor ezek szerint olvasnunk kellene, hogy tudjuk, hogy mi az, ami helyes, meg mi az, ami nem. Ezért mondja, hogy nem olvastátok el Megszegik, Így van, megszegik, megtörik a papok a szombat. És nem hát, Tehát meg lehet törni a szombatot úgy, hogy nem védkeze. Erről nincs, ha, az az van, nincs is szó. Persze, hogy van, de kocsit mosni, meg azt mondani, hogy mostantól nekünk nem kell a szabadnapot megtartani, mert mi szabadok vagyunk, az nem tartozik abba a kategóriába, ami nem vétkeznek. Oké, okay. 12-es vers, a zsidókhoz írt levél hetedik részéből. Ez mutatja be a lévitai papság, a lévitai törvény és a melkisétekbeli papság. Annak semmi köze nincs viszont. ehhez. Ne, ne, én, de, de, egy pillanat, de. mindjárt. Azt mondja, hogy elmagyarázza nekik, nem olvastátok-e, mit cselekedett Dávid, mikor megéhezett és akik vele voltak? Azt akarja mondani, hogy megtörheted a sabatot, igen, és nem védkezel. Vannak olyan esetek? De összességébe véve nem így van. dönthetsz úgy, hogy te neked nem kell megtartani a sabatot, mert az nem Ezt az a... Kiknek mondja? Kiknek Eszé... mondja? Kiknek mondja? Kik a hallgatóság, Jézus tanítványai vagy a farizeusok? Kik a hallgatóság? Ugyanúgy a farizeusok itt, mint ahogy János ötös fejezett Így be. van, és így van. Azt mondja Pálapost, hogy Jézus a törvény alatt jött el, hogy a törvény alatt valókat megváltsa. Tehát amikor a farizeusokhoz beszél, akkor törvény alatt valókhoz beszél. Szóval van kétfajta életforma, amit így elfogad. A, így van. A pogányoknak... Szóval a, lesz a királyságban a, a... olyan, akinek fogalma nincs a törvényekről, amik a királyságnak az alkotmányát fogják alkotni, és úgy bekerül, hogy elképzelése nincs arról a rendről, ami ott lesz, illetve... Egy pillanat. Mindjárt, 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 egy pillanat. Illetve lesz egy másik csoport, aki egész életében igyekszik úgy élni, hogy felkészüljön arra, ami ott lesz, és ezt a kettőt majd ő össze fogja engedni. Ez az egyik. A másik az még egyszer azok kedvére, akik ezt nézik. Egyértelmű, hogy nincs köze a melkisedek papnak ehhez az egészhez. Vagy Ez nem itt ol... nincs, ám itt nincs. Vagy De nem olvastátok el a törvényben, hogy a szombatnapon megtörik a papok a sabatot a templomban, és nem védkeznek magyarán. nem vét... Ő ártatlan volt továbbra is, ahogyan mondtam. Az, hogy ő megtörte a sabatot, nem számított, hisz van olyan ok, amiért megtörheted. Én sem azt mondom, Hogyha sabat van, és betámoljuk valaki az utcáról, hogy hasba szúrták, akkor én azt mondom neki, hogy sajnálom, majd, hogyha fel kell a nap, vasárnap, majd beszélünk. Jót cselekedhetsz a szombaton, de azt nem mondhatod, nem taníthatod főleg, mint ahogyan például te csináld azt, hogy ez ránk egyáltalán nem vonatkozik, mert úgy tűnik, hogy ő ez szerint járt. És megint csak ezzel visszakanyarodunk oda, amit Taníthatom, mondtam. bocsánat, egy, majd tanítom. Egy, egy, tíz tíz másodperc visszakanyarodunk oda, hogy úgy van, ahogy mondtam, hogy azt állítod, hogy úgy jársz, ahogy ő járt, de nem csinálod azt, amit ő csinált. Szóval van egy ilyen... Nem ezt mondom. De ezt csinálod. Nem. De. Pontosan ezt csinálod. Hiszen te arra tanítod az embereket, hogy nem kell megtartani a sabatot, míg Jézus Jahusa arra tanította, hogy meg kell tartani mindazt, ami le van írva a profétákban, és uh, Mózes törvényében. De én ezt meg tudom mutatni a neked. A apostolok teljesz. cselekedetei, a zsidó, eklésia, a Jézusnak a közvetlen szemtanúi, akik három és fél évet együtt voltak vele, ők mondják, az plusz Pál apostol is már ott van, ugye azt mondta, hogy így van, 15-ös fejezet Ugye, abcsel, abcsel 15, ott van az első nagy zsinat, amikor az a kérdés, hogy körül kellemetélni a pogányokból messiás hívőké letteket, vagy sem, igaz? És itt mit mond? Tudja az Isten az öröktől fogva 18-as vers az ő csele, minden ő cselekedeteit. Azokáért én azt mondom, meg kell nézni, hogy ki beszél. Jakab. Ő... Kérlek, kérlek, a Jakab Péter beszél, az... ugye ő a... Jakab. Jakab. igen. Ugye ebb ebből tudjuk, hogy nem Péter volt az első pápa, ezt én viccesen szoktam mondani, mert, hogy Jakab mondja le a konklúziót, tehát ez csak egy vicc. Tehát azt mondja Jakab, hogy annak okáért én azt mondom, hogy nem kell háborgatni azokat, akik a nem zsidó nemzetekből, ugye pogányokból, tehát az nem zsidót jelent, tehát a goimból... Nemzetek. Ugye tá térnek meg az az örökké hanem ígyük meg nékik, hogy tartózkodjanak a báványok förtelmességeitől, a paráznaságtól, a fullva holt állattól és a vértől. Mert Mózesnek régi nemzedéktől óta a városonként megvannak a hirdetői, mivel hogy a zsinagógákban minden szombaton olvassák. Akkor tetszik a kiküldötteknek és a véneknek. De, de, és akkor ez, ez, ez mi egész... jelent? Ez azt jelenti, hogy mi messiás hívők ne háborgassuk a pogányokat aki akarja, menjen be a zsinagógába, de mi ezt a négy pontot kössük a nyakukra. És ennyi. Mit mi az a négy? A, mit mond? Nézzük meg. De van mit még mond. is. Igen, tehát mit mond? Hanem írjuk meg nekik, hogy tartózkodjanak ettől a négy dologtól, és pont ennyi. Azt mondod, hogy ennyi a feladata a pogány, a, a nemzeteknek, ez a négy és kész. Ez szerint. Igen. 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 Hát, mert Mózesnek régi nemzedékek óta városonként de, 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 a hirdetői, nem, nem, de ők, ők kinek az evangelistái? Ők. Kik ők? Kinek az evangelistái? akikről beszél, hogy mert Mózesnek régi nemzedék óta városonként megvannak az evangelisták, igaz? én, én nem tudom magyarázni, hogy, hogy mit jelent ez, de szerintem, de én arra vagyok kíváncsi, hogy mit jelent szerinted, aztán majd én elmondom, hogy szerintem. Én arra vagyok kíváncsi, hogy te azt állítod most, hogy ez a négy dolog, amit a nemzeteknek meg kell tartani, és kész, pont, semmi mást. Keresem azt az igét, amikor Péter, ugye fölszólal, hogy ugye mi se a törvény által üdvözültünk, ez De is, is ennek az az a van, ennek az elején Ennek az elején van, tehát hogy nem tudtuk betartani a törvényt. Hol mondja a széter? Várjál. Hát Most van már ennek ezt? az eleje. Itt van, bocsánat, igen. Ez a kilences Aha, Itt van, megvan, 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 igen. Semmi különbséget nem tett mi közöttünk, és azok között a hit által tisztítván meg azoknak szívét. Semmi különbséget? Most, az... Az Most azért, azért, azért hogy nincs két törvény. Azt mondja, hogy a megigazulás az ő számukra nem a törvényből jött hanem a hitáltal, igaz? Nem, azt mondja, hogy mindenkinek a hitáltal jött el, nem csak ő számukra. Azt szírja okay. itt, hogy mindenkinek. Nincs különbség se ők közöttük, itt van, se Ez Itt van. Most azért mit kísértitek, tehát mit próbáztatjátok, mit szivatjátok az Istent, hogy a gyakornokok nyakába olyan igát tegyetek, amelyet semmi, vagy sem a mi atyáink, semmi, mit mond el, nem... Hordozhatunk. Ordosz. Most a kérdés, hogy mi, mi ez az iga? Mi az iga? Mi, iga? mi, mi ez a, a szövegkönyv? Mi, mi az iga? Az, a, az, az, nem az iga a cselekedetekből való megigazulás. Mint ahogyan Nézzük írja el. itt előtte. Elmondja, azt mondja, hogy körül kell metélni őket és megparancsolni, hogy Mózes törvényét megtartsák. Az hát, iga, az iga? Az, így van, az az iga, hogy te ebből fogsz megigazulni. Az az akkor iga. Most, most akkor te ráteszed a pogányokra, hogy tartsák meg Mózes törvényét, vagy nem? Attól függ. Én nem mondom Tehát azt, és sosem az mondtam szem? azt, sosem mondtam azt senkinek, hogy ebből, meg ez miatt fog valaki megigazolni. Én azt mondom, hogy ha valaki nem él, az szerint az egy demonstrációja annak, hogy őt nem vezeti a kodesrúgák, és ő nem. Jahusson, jó, körti. én fölteszek egy kérdést neked, jó? Ö, lapozzunk. Pillanat, egy pillanat, még maradjunk már itt, mert, 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 mert most akkor el fogunk kéne ugrálni. Szóval, jó, jó. Jó, jó. Csállját, be, 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 nézd. Én azt szeretném, ha megértenéd, amit mondok, és nem tudom, hogy nem érted, vagy vagy csak nem. Én úgy gondolom, hogy nem, nem érted pontosan, amit mondok. De ide is az van írva amit én magyarázok. A probléma. Két külön törvény. Igen. Egy, egyrészt azt is értem, amiről beszélsz, hogy két külön törvény van, csak, csak nem úgy szerintem. De a lényeg az, hogy jöttek ezek a farizeusok akik megtértek mellesleg, mert azt mondja, hogy ha körül nem metélkedtek Mózes rendtartása szerint, nem üdvözülhettek. Nem azt mondja... Okay. szerinted üdvözülhetnek? Igen, igen. Ha valaki nincs körülmetélve, akkor még üdvözülhet. Ha valaki nem tartja meg a sabatot, üdvözölhet. Függően attól, hogy mi az, amit tud, meg ért az írásokból. De valaki... Mi, és mi van akkor, hogyha ha elzavarta a hágárt, és nem tartja meg a sínai törvényt, a, a Galata négy szerint? Függ attól, hogy miért nem tartja meg. Tudatlan? Azért? Nem, Vagy... mert Pál Postol azt hogy zavard el a hágárt. Nézd, ezt meg fogja ítélni a végén az atya. Én csak annyit tudok, hogy nem... De számos ponton vérzik a, az az álláspont, amiről beszélsz. Az egyik, és a legsúlyosabb talán az, hogy azt mondod, hogy te követed Jézus Krisztus, Jahus a annak ellenére, hogy nem csinálod azt, amit ő csinál. Szóval, ha ő visszajönne... Üző vissza démon... De... démonokat szombaton? Nem, Nézd! Üző démonokat szombaton? Nem, 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 Gyógyít nem, nem zöld szombaton? démonokat szombaton. Nem. Akkor nem csinálod azt, amit a messiás parancsod. Ne, az, az, az egy, az egy ajándéka, a, ruhaknak, hogy te képes vagy démonokat űzni, vagy te ne, képes ez vagy gyógyítani. Démonokat üzzetek, halottakat támaszatok, betegeket gyógyítsatok, leprásokat tisztítsatok, ingyen kaptátok, ingyen adjátok, ez parancs, ez nem, ez nem egy ilyen misztikus, megfoghatatlan. Nézd a végén, majd meg fog ítélni, az szerint, hogy én tudtam volna-e démon és mennyit űztem ki. Én vállalom a felelősséget ezért. És én nem is azt mondom, hogy én tökéletesen csinálok mindent, érted? És ez a probléma, ez az egyik nagy probléma, vagy a másik most már, hogy nem kell, hogy tökéletesen csináld. Én sosem mondtam senkinek, hogy tökéletesen kell, hogy csinálja. Ézud, de igen, de én meg azt mondom, hogy igen. Legyetek tökéletesek, mint a amennyi abba tökéletes. De hát te nem azt mondod, de te mondod ő... ezt, de nem csinálod. Érted? Te nem is ezt mert tanítod? igen, mert mondok neked egy, akkor elmondok egy példát. És úgy, úgy nem ezt tanítod, hogy az elején azzal kezdted, azzal az idézettel kezdted te magad, hogy ha valaki nem, ha, ha valaki másként megront egyet is a legkisebb parancsolat közül, és úgy tanítja az embereket, a mennyek országában a legkisebb lesz. És annak ellenére, hogy ezzel kell, Te az ellenkezőit tanítod az embereknek. Az ellenkezője szerint ne, jársz. Nem az ellenkezőit tanítod. Nem. De te azt mondod, Fél hogy érte? nem kell megtartani azt, amire hogy ő én, azt mondta, meg, hogy meg kihetsz. kell. Nem kell, elmondom, hogy miért nem kell. <hállt> itt van a lévitai törvény, a sínai törvény, itt van a melkisédekbeli papság, oké? Okay? Azt mondja a zsidókhoz itt levél, mindjárt megmondom azt az igéveset. Most itt a Jó, addig csak nézze meg mindenki. De, az igen, engedd enged meg, hogy kifejtsem, mert Csak amíg megkeresed, addig elmagyarázom nekik, Nem? hogy valaki azért csak egyet is megront a legkisebb parancsot közül, és úgy tanítja az embereket, a mennyek országban a legkisebb része. Oké, okay, akkor elhiszed azt a parancsolatot, hogy menjetek be Isten nyugalmába, és térjetek meg a holt cselekedetekből? Sz ez négyes fejezet. Így van, elhiszed? Hogy ne? Persze. Akkor csak egy nap a szombat, vagy minden nap a szombat? Egy nap a szombat. Hát azt minden nap a itt szombat. Minden nap a szombat. a cselekedeteit. Azt mondja, hogy annak akkor a okáért minden... megvan azért a szombatja Elohim népéne. 9-es vers. Van. Jézus mikor volt a sírban? Nem tudom. Mikor? Ő, ő jó zsidó volt. Isten melyik nap végezte be a munkáját a teremtéskor? A hatodik napon. A hatodik nap végén, ugye a hetedik napon pihent, meg így van. Tehát a hatodik napon befejezte. Melyik napon mondta ki Jézus azt, hogy tételeztál? Ez a Tehát, vagy. Így erre van, gondolsz? melyik napon mondta ki? Így van. Nem, nem a tudom. Hatodik most napon, azt mondta Pilátusnak, Jézus, és ezt nem Pilátus mondta, az rossz fordítás, a görögben nincs ott, hogy Pilátus. Maga Jézus mondta, hogy íme az ember. Azt Jézus mondta ki, amikor őt ugye elítélték. Azt Jézus mondta ki Pilátusnak. Íme az ember, amikor elővezették. Az ember napján a messiást megölték. Nem lehet. Az lehetetlen. Hogy pénteken, vagy a hatodik a napon a ölték jött meg. A, jött a szombat. Hisz három nap, három éjjel volt a sírban, és péntek estétől vasárnap Én reggelig. Eszter hány napig, napig bőjtölt? Tessék? Eszter hány napig bőjtölt? Három nap, három éjjel. Igen, de ha megnézed, a harmadik este már vacsorázott a tartagszeretésszel. A Én csak azt tudom, hogy azt mondta, hogy három éjjel, három nap, ahogyan igen, Jónás. Igen, de, de ő már vacsorázott Artax. Az mindegy, hogy Eszter mit csinált, itt most arról van szó, amit Jahusa mondott, ő arról beszél, hogy három nap, három éjjel lesz, három éjjel, három nap lesz, ahogyan Jónás három napig volt péntek estétől, vasárnap reggelig sehogy se jön ki a három nap. Akárhogy is e, próbáljuk azt. Szóval nem lehetett a hatodik nap. Így is napot. mondja, de úgy is mondja, hogy a harmadik napon föl támad. Nem három nap múlva, hanem harmadik. Nézd, én csak nap. azt tudom, hogy azt mondja, hogy három éjjel, három nap. Jó, akkor ezt egy hebraizmus ennek utána kell nézned. Ez egy hebraizmus. A harmadik napon támad föl. Ilyen is van a Bibliában. Tehát a kettő nem mondhat ellen. Már de csak át, azért te... sem lehet, mert a Pesach az nem eshet a hatodik napra, hiszen Peszák az a, a hétnek a közepére esik, ami, ami nekünk szerda, de a negyedik nap. De a lényeg, hogy melyik nap volt Jézus a sírban. Akár egy szombat volt, akár két szombat most tettő tekintsünk el, mert van egy. Én nem ilyen is vagyok eljövés. benne biztos, hogy szombaton egyáltalán ott volt, hisz kedd este halt a meg, a mi, mi a naptárunk, a naptárunk a szerint, szerda este, csütörtök este, péntek este, szóval a szombaton már feltámadt. Az, hogy ők vasárnap mentek oda, az nem azt jelenti, hogy ő abban a pillanatban támadt fel ott akkor mentek oda, hogy mit csinálnak, keneteket vigyenek. Azért, el. mert megtartották a sabatot mellesleg. Igen, de akkor már eltelt, nem tudom akkor már több mint három nap telt el. Most mindegy, de most ne ezzel lovagoljunk, hanem az, hogy melyik nap volt Jézus hát, a sírban. De azon lovagolhatunk, hogy Mária megtartotta a sabatot. A zsidók pénteken Igen, így, így, így van, de most, most, nem erről beszélünk, úgy, hanem hogy, arról, hogy, hogy igyekezzetek. Ő megtartotta a sabatot, érted? Amire mi azt mondjuk, hogy Jézus azt tanította, hogy már nem kell megtartani. Ennek ellenére azt írja, hogy a zsidók pénteki miatt azért, mivel hogy az a sír köze volt, abba helyeztünk el. Teszem a kérdést, te már meg, meghaltál a törvénynek? Róma, Róma 7, meghaltál a törvénynek? Hát a, a, hogyha a bűn és a halál törvényéről van szó, akkor igen. Mint ahogy ő beszél arról ott értem, itt most hirtelen nem a sínai törvény lett. Hát nézd, te mondtad, hogy ez változik, szóval nem tudom, miért csodálkozol ezen az előbb arról volt, szóval, hogy négy különböző törvényt jelent, és a szövegkörnyezet dönti el, hogy melyikről van szó. Szóval én azt mondom, hogy ebben a szövegkörnyezet a bűn és a halál törvényéről van szó. Jó, de akkor mit jelent az, hogy a hágár a sínai szövetség rabszolgaságra szül? És azt mondja, hogy mi nem szolgák vagyunk, hanem fiak. És kiáltjuk, hogy abbá atya. Tehát akkor mi a, mit jelent szerinted az, hogy a hágár rabszolgaságra szül, és üzd el a rabszolganőt, mert nem örökölhet sem ő, sem a fia? az örökösökkel, az ígéret fiaival. Ez csodálatosan ez kifejtette az apostol Péter pont abban a versben, amit te kerestél. Ez azt jelenti, amit a farizeusok mondtak, hogy ha körül nem metélkedsz, Mózes rendtartása szerint nem üdvözölhetsz. Ez az iga. Az iga az, ha én azt mondom az embereknek, hogy ha nem metélkedsz körül, nem tartod meg a sabatot, nem tartod meg az ünnepeket, nem tartod meg a törvényt tökéletesen, akkor nem fogsz üdvözülni. Ez hágár, ez az ember cselekedetei, Jahusa, a fe, a szabadság nem azt jelenti, hogy téged már nem kötnek ezek a törvények. A, so, a szabadság azt jelenti, hogy igen, hibázni fogsz, igyekezhetsz, de majd szépen apránként megtanulod, és akkor elkezdesz járni abban, és majd felnövekszel az ő tanítványává, de amit felolvastál, ezt mondja. Mert Mózesnek régi nemzedékek óta városonként megvannak a hirdetői, mert a zinagóba minden szombaton olvassák. Szóval meg fogod tanulni, és amit megtanulsz, azt majd csinálod. Nem kell tökéletesen csinálni. Érted? Te ezt írja le. Igen. Állapostól miért aggódik a galatákért? Hogy kicsoda varázsolt el titeket, kicsoda rakott rátok egy boszorkányságot, ez van a görögben. Ezt, ami itt ne, van, ne arról de Folytatom, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak, kiknek szemei előtt a messiás Jesuha úgy iratott le, mintha ti köztetek, feszítetett volna meg. Csak azt akarom megtudni tőletek. Törvény cselekedeteiből kaptátok-e, ugye a ruahot, a szellemet, vagy a hitnek hallásából. Erről Ennyire kesztelemek vagytok amit szellem, nem, most, kérdezi, most kérdezi, Pál, amit szellemben kezdhetek el, most testben fejeznétek be, Igen. annyit szenvedtetek hiába. Ha ugyan, hiába? Annak okáért, aki a szellemet szolgáltatja néktek, és hatalmas dolgokat művel bennetek. Itt jó a fordítás, hogy bennetek. A törvény megcselekedeti, tehát a törvény cselekedetéből, ugye ez munkálkodás is jelent, sőt a munkának az eredményét is jelenti ez a szó, világos a, az ergazomáj. Tehát a törvénynek a munkáiból, vagy a hit hallásából cselekszik. Tehát a Szent Szellemet azért kapod, mert megtartod a törvényt, vagy a hitnek a hallásából kapod. Ez világos, a hit. Hát miatt. Az... Mint ahogy Ábrahám leírja itt utána, ez, ezzel nincs vita közöttünk. Én, én, ezzel okay. egyetértek. De mindig van nekem egy kérdésem, amit nem tudtam még De, de ezt most már érted, amit mondok? Am amit mind végig beszéltem? Ez, ez ugyanaz, én azt ez, a, értem, a, ez csak az a baj. azt, amit mondok. Figyelj meg, azt mondja, hogy a törvény cselekedetéből kaptad el a ruhákat, vagy a hit hallásába. Erről beszél Apostolok 15-ös fejezet. Ugyanez. Er, ez a... vissza akarnak menni. Nem, nekik a, a pro... nekik a probléma az volt, hogy azt gondolták a farizeusok hatására a galácia beliek, hogy ha nem tartják meg a törvényt tökéletesen, akkor nem fognak üdvözülni, amit én nem tanítottam soha senkinek. Én azt tanítom, amit itt, amiről itt beszél apostolok cselekedetei 15. El kell kezdeni az utat járni úgy, hogy tartózkodsz a paráznaságtól, mert ugye a többi az minket nem nagyon érint. Persze most báványimádó már nem fog jönni ide hozzám, hogy ő még bámegy. De a vérevés is vonatkozik ránk ugyanúgy. Szóval el kell kezdened az utat, hogy legalább egy ilyen alaptisztaságot tudjál demonstrálni. És utána Mózest hirdetik a gyülekezetben szombatnapon, és majd ott megtanulod, és amit megtanulsz az egyik szombaton, azt utána alkalmazod az életedben. Nem azért, hogy én tökéletes legyek, és akkor majd elnyerjem ezt, hanem azért, mert erre indít fel az ő rohja. Ez a metódus. Alapostól miért tagódik a galata három ben a Galácia beli hívőkért. Megtartjátok a napokat, a hónapokat és időket, meg az esztendőket. Féltelek titeket, hogy hiába fáradoztam körülöttetek. Ugye itt az ünnepekről beszél. És amit akartam neked mondani, hogy én teljesen értem a te álláspontodat. Csak nálad az a probléma, hogy ezt elmondom, nagyon egyszerű. Ismered azt, hogy számhordozás telefonszolgáltatók között? Ugye én voltam most teljesen mindegy, ez itt a reklám helye. Ugye én elkezdtem annak idején, most talán Veszter volt még, de lehet, hogy már akkor Telekom volt. Elkezdtem a Telekomnál, nekem 30-as a telefonszámom. De aztán már voltam Vodafonos, sőt voltam, ugye most jelenleg a jettel vagyok, aki ugye a Pannon GSM volt, ha jól tudom. Most teljesen mindegy, nem ez a lényeg, hogy van ugyanaz a számom, tehát 0630, így kezdődik a telefonszámom. Amikor Veszteltől én átmentem a Vodafonehoz, mert kaptam egy jobb ajánlatot, ugye abban a pillanatban ugye mi bontottuk a szerződést a Telekommal, vagy a talán Vestel volt még akkor, és átmentem a Vodafonehoz. Onnantól kezdve a Vestel már nem kérhetett tőlem ugye számlát, tehát nem, nem, nem igényelhette ugye a havi előfizetésemnek a díját, hiszen az már a Vodafonnál Folytattam, igaz? Uh -huh. Érted ezt? hát számot hordoztam, ugyanaz a telefonszámom, de most már nem veszteles vagyok, hanem vodás. Sőt, ugye utána a vodánál kaptam egy jobb ajánlatot, ugye a, a, akkor még Pannungélyesen volt, a jól tudom, már nem tudom, már hány neve volt, és átmentem oda, tehát számhordozás. És amikor te Krisztusban, a Messiásban számot hordozol, ugye bemerítkezel, meghalsz a régi törvénynek. Átkerülsz, a Vesztelből, mondjuk a az átkerülsz Mózesből Krisztusba. Oké? Okay. Erről beszél a zsidókhoz írt levélben, és most megint vissza kell venni a keresőbe. Itt van a zsidókhoz írt levél, pár pillanatot mond, türelmet, zsidók 7.12. A, tehát a lévitai papság által volna a tökéletesség, tehát ugye tudjátok mi az, ugye ez a sínai szövetség, mert a nép ez alatt nyerte a törvényt, tehát a lévitai papság kacsacsőr nagyobb, mint a mózesi törvény. Mi szükség tovább a, is mondogatni, hogy más pap támadjon a melkisédek rendje szerint, és ne az áron rendje szerint, és most jön a kulcsvers 12-es, és erről beszélek, hogy Vesztel helyett Vodafone, mert a papság megváltozásával szükségképpen megváltozik a törvény. Tehát? Törvény megváltozik. Most kérdés, hogy miben az... változik meg a törvény? Lecserélik a testamentumot. De miben változik meg a törvény? Ez a kérdés az, hogy most már nem a vesztelnek fizetek, hanem a volt. Nem, 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 szóval engedjük el ezt az analógiát, hanem inkább maradjunk nem, nem, nem az írásokat. itt az. Szóval nem, a, mi azt mondott, hogy én el tudom mondani, hogy miben változik meg. A törvény megváltozik. Ez az egész, az egész könyv az áldozati rendszerről szól. Semmi köze nincs a Mózesi Tórához olyan értelemben, ami a, ami nem érinti a szolgálatot, a templomi a szolgálatot. Az írás nem bonthatod, ha te egy törvényt az Mind a, a 613-ból egyet megszeksz, mit mondjak a levele? Az És ez rád nem vonatkozik? Meg. Hogyha én a melkisédek papsága alatt vagyok, rám nem vonatkozik a vesztel. De te hazudhatsz akkor? Mit mond az új szövetség? Nem, 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 én most kérdezek egy egyenes úgy, egy, az az egy, az egy, egy egy kérdés. Más. A kérdés az, hogy te hazudhatsz, vagy nem? A bennem levő Krisztus hazudik-e? Ez a kérdés. Én nem tudom, élek, hogy hazudik-e, nem nem. én azt akarom megtudni, hogyha te azt tanítod az embereknek, én akik már, hallgatják én már, a videót... Én videó nem élek. Hogy, ne, 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 hagyjuk, oké. Okay. Én azt akarom megtudni, hogy a te elgondolásod szerint az emberek hazudhatnak-e? Az a baj, hogy te törvényben gondolkodol, pedig Jézus nem törvényről beszél, hanem tíz proféciáról beszél. Az van a, az új szövetségben, hogy nem fogsz ugye fele barátod ellen hamisan tanúskodni. Nem parancsok vannak, hanem proféciák. Nem fogsz ölni. Nem fogsz lopni. ez nem, 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 ez egyáltalán nem így van. Szóval nehogy azt gondolja, hogy senki, az hogy ez profécia. Az új a -a -a nem a de de az új az új szövetségben futurum van, nem pedig implement. Nem az pedig új szövetségben futurum van, a, a, a héberben pedig imperfektum, ami azt jelenti, mindegy nem, nem egyáltalán nem mindegy, mert az azt jelenti, hogy ez így lesz. Ez nem egy profécia, az azt mondja, hogy ez így lesz, te így fogod csinálni. Mint amikor én azt mondom valakinek, hogy te. Ide fogsz jönni ötre minden nap. Ez nem egy profécia, ez egy parancsolat és ő így beszél. Ezért használ imperfektumot a héberben, nem pedig futurumot, ami ami körög, szóval nem ezt használhatja. Mert ki? Te kihagyod azt a részt, hogy a Szent Szellem által a messiás bennem lakik. De nem, nem, most erről már hogyha nem én szó. Ne, de erről nincs szó. Most arról ez van szó, hogy de... az ö, a tíz parancsolat az valamiféle profécia. Sőt, még az is elhangzott az előbb, és akkor ha már itt vagyunk, akkor megmutatom, hogy Jézus nem beszél a törvényről, mikor azt mondja Máté 5-ös fejezetben, hogy ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek, vagy a profétáknak az eltörlésére. És utána azt mondja, hogy egyetlen Betüljük. jóta a törvényből, egyetlen jóta, vagy egyetlen pontoska el nem múlik, amíg egy, minden egy, be nem teljesedett. Mikor, mikor, mikor teljesedett be? Nem teljesedett be még minden, sajnos azt kell, hogy mondjam. Mikor teljesedett be? Nem teljesedett be minden el lett törölve az ellenünk írott vádlás. Kolosséjakhoz el... A, a vád, de az, az nem azt jelenti, hogy minden beteljesedett. Itt arról van szó, hogy minden beteljesedik, és minden még nem teljesedett be. De mit mondott Jézus a Golgotán? Mit mondott? Sőt, sőt, már amikor bemerítkezett, akkor is beteljesített valamit. Így, így teljesítünk be micsodát. Minden igazságot, Máté 3.15. Igen, és melyik igazságot használja, a de facto vagy a de Júrit? a törvényes Dikályos használja, igazság. nem? Nem tudom. Még? Dikályos használja szerintem. nem is köszönöm. A, a használ, tehát minden, tehát minden szentségbeli igazságot betöltött Jézus hol, amikor leszállt rá a szent szem, amikor bemerítkezett. Ott betöltött Jézus minden igazságot. És akkor mit mondott a kereszten, hogy, betölt, hogy megint csak betöltött még valamit ott? Ott az adósság elengedés. És akkor mit mond a jelenések könyve 21-es fejezet 6-osban, mikor azt mondja, hogy meglett? Ami ott van a képen. az alfa és az omega. ott. Így van. Szóval akkor még minden csak nem lett meg, nem, hisz ott, még csak valami ott, lett, ott lesz meg. Nem, ott mi a szövegkörnyezet? Meg lett, mi lett meg? Ugye az Új-Jeruzsálem? 22-es fejezet. Ami azt jelenti, hogy minden 21. De igen, az Új-Jeruzsálem. De az azt jelenti, meg. hogy még Á, minden nem teljesedett minden. be a profétákból. Még minden nem teljesedett be. Szóval még mindig van törvény. Ő erről beszél itt, hogy amíg minden be nem teljesedik, és még a meglett, az csak a jelenések könyve hatos fejezetben lesz meg, szóval még van, ami nem lett meg. Ami azt jelenti, Bocsat, hogy a törvénybe vagy a profétákból? A tórából vagy a tanakból? Mindegy, veszélye. mert ő a kettőt egybe veszi. azt mondja, hogy nem jöttem hmm. a törvénynek, hmm. vagy a profétáknak eltörlésére. Azt mondja, hogy a törvénynek, vagy a profétáknak eltörlésére, szóval ez vagy ha nem, az. Ha az egyikből nem teljesedik be, hmm. akkor az mind a kettőre vonatkozik. Amíg minden. Betöltötte én azt... vagy nem? Mit? Betöltötte vagy nem? Betöltötte be? Ami rá mit jelent, szó, mit jelent az a szó, hogy betölteni? Mit jelent az hogy betölteni? Mit szoktunk betölteni? Plero, én erről pl pl csináltam videókat, hogy mit jelent a plero, de... Egy poharat szoktunk betölteni, vagy egy vödröt. a többek között az az igazság, amiről beszélsz, Máté 3.15-ben, az, az, az ez a szó. be van töltve a törvény által követelt igazság, vagy nincs? Hát... Hát, a, a pohár mit jelent szó, van, vagy félig? Törvény. Nem, nem, általa be van töltve, általa be van Mind, töltve. Mindenki számára betöltötte, vagy csak saját maga számára? Hát attól függ, mit jelent az, hogy betöltötte mindenki számára. Ha azt akarod mondani, hogy mindenki számára betöltötte, és mostantól mi, lehet, mi lophatunk, csalhatunk, hazudhatunk, vagy mehetünk gyilkolászni, akkor nem mindenki számára. Hát pedig ez az evangélium, hogy le mehetünk lopni, csalni, hazudni, csak van egy probléma ezzel. Hát van, jaj, nagy. Tudod mi a probléma, ha meghalták Krisztussal, akkor minek haltál meg? Nem tudjátok, hogy akik a messiásba merítkeztünk be, az ő halálába merítkeztünk. Gal Pont erről szól a dilemma, hogy törvény nélkül lehetsz szent. Ez a nagy dilemma. De, de, de nincsen gond ezzel, én ezzel egyetértek. Én csak azt mondom, hogy ha meg tudod, onnantól kezdve már egy, egy döntés előtt állsz, hogy csinálod, vagy nem. Nem? Nincs szükség a pedagógusra, a buszvezetőre nincs szükség. Olvasod el a galata hát levélben, akkor minek mondja az Pál Timóteusnak, amíg... hogy rendel tanítókú, meg profétákú, hogy érted, tehát akkor csak van. Azt én értem, de, de mit mond, hogy mi, mi, mi szükség a pedagógusra? Meddig volt szükség a pedagógusra, amíg mi jött el? És ott megint egy amíg szó szerepel. Tehát az amíg az egy idő határozó és valaminek a végét jelent. Tehát meddig volt szükség a gyermekvezetőre? A törvényre eddig volt szükség. Hát amíg ő el nem jött, én ezt értem, persze. Amíg a hit el nem jött. Így van. Minek utána pedig eljött a hit, mit mond? Nincs szükség a pedagógus. Akkor most van szükség a törvényre, vagy nincs? Megtette, elvezetett a messiás az a törvény, vagy nem? A buszvezető bevitt a suliba, vagy nem? Hát mondd meg te, mert most már elkalandoztunk ilyen filozófiai irányba. Oké, okay. a törvénynek az volt ugye a célja, hogy bemutassa, hogy bűnös vagy, ugye ezzel kezdtük. A, a bűn a törvény ismeretéből van, ugye ez, a lé, ez volt a lényeg a törvénynek. De én most, most már nem. Bátorítalak. De most már nem. Várjál, ugye most már de eltörlődött a, bátor, mondom, a törvény, szóval most már én, nincs törvény. Én, 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 én most binárisan beszélek. Hát ha te igen. azt gondolod, hogy van törvény, akkor parancsolom neked, hogy mind a 613-at tartsd meg, szombaton tessék megkövezni az embereket, az alsógatjád ne legyen kétféle szőttesből, stb. Tehát minden 613-at tessék, szó szerint... Te meg mehetsz lopni, csalni, ölni, hazudni. Nem, mert én már meghaltam. Ja. Csak, csak ez haltom, a lényeg, meg. hogy meghaltam a bűnnek. Ez, ez a dilemma, hogy törvény nélkül lehetsz szem. Ábrahámnak nem volt törvény, mégis szent volt. Ez Kitáltad? nem igaz. Ez, 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 nem úgy, ez, ez nem is tudom, hogy honnan jön ez az elgondolás, hogy Ábrahámnak nem volt törvény, mikor mikor ez, ez Mózes első könyve 26, és azt mondja, hogy mivel hogy Ábrahám hallgatott az én szavamra, ami az ő hangja, és megtartotta Igen. a megtartókat, a, a parancsolataimat, a rendeléseimet, és a tórámat. Ezt hívják, di ezt hívják diszpenzáció. Ja, hát ez annak kell, hogy hívják, hisz Ábrahámnak ezek szerint volt Tóra. Ugyanaz a Tóra, H8451, amiről mindvégig végig beszél. Azért, mert a Tóra az örök, ahogy Zsoltárok a 119-es fejezet. Énoknak volt Tórája? Volt, igen. No, én az úrral járt. Ezt hogy járhatok volna vele, hogyha nincs tórája? csak így mehet vele a vakvilágban? Úgy, hogy személyes kapcsolatban volt vele. Ábelnek volt tórája. Mindenki, hogy ne lett volna, hisz vitte az első zsengét. Hát lennie kellett. Honnan tudta, hogy van első zsenge, ha nem a tórából? Ábel jó pásztora. Azt mondja, Ábel is vitte az ő juhainak első fajzásából. Ez az első fajzás, ez bekora. Ami azt jelenti, hogy az első. Az a legjobb. Én, én a, a zsidókozit levélből nem azt orvosom, hogy a Tórából vitte a zsengét, hanem hitáltal vitte. Tök mindegy, pászt. hogy miből. A Tóra szerint élt. Az nem a lényeg. Mindegy, nem, nem. De, de az a lényeg, Tátom. hogy a szerint élt. Az, az, én Most arról van szó, hogy azt szerint te azt állítod, hogy nem volt Tóra, Még én mutatom, hogy nem az, hogy volt Tóra, hanem mind Ábel, mind Káin meg is tartotta azt, hisz vindó a az... 613-ot. Nézd, arról nincs szó, nem ír erről, szóval nem tudom. Nem írta le, az hogy nem bontható. Ne, nem érted, nem, most írta, nem írta le, hogy Káin meg Ábel megtartotta mind a 613 at Annyit tudunk, hogy a Tóra szerint járt el. Jahua! hisz megkövetelte tőlük, hogy az első fajzását vigye, ami a tóra. És utána Káint elítélte a gyilkosságért, ami szintén a tórában található parancsolat. Sőt, utána megítélte az egész világot. Nem, Szerinted nem, mi alapján ért, ítélte nem. meg a világot Mózes hatos fejezetben? Isten védkezett a tóra ellen, hogy olyan pöpe, Igen, mert nem kövezte meg, mert nem köveszte meg Káint. Nem, kegyelmet tanúsított. Az meg mi? Hát az, hogy jön ide a kegyelem. Mi az, hogy hogy jön ide Dávidnak is kegyelmet tanúsított? A határom tucatjait is. írták arról, hogy Jahu a kegyelmes, hogy megbocsát, hogy az ő szeretet a Föld négy sarkáig elér. Csak te azt gondolod szerintem, hogy a kegyelem az valami új szövetségi találmány? Nem, én ezt nem gondolom. Ha nem? Én ezt tudom, Akkor csak... hogy maradhatott életben Dávid, ha nem volt kegyelem? Hogy maradhatott életben Káin úgy, hogy ez, hogy nem volt kegyelem? Úgy, hogy a kegyelem a lényeg. Tessék, a szóval volt kegyelem az már az Ószövetségben is? Természetesen, az Isten kegyelem mindig ott volt. Én azt mondom, hogy a törvény az csak egy átmeneti korszak volt. Mi az, egy hogy tóni... átmeneti korszak, mikor minden... Azt mondta, hogy a 430 évvel milyen törvény? Nem tudom. Keletkezett törvény. Tehát ha keletkezik valami 430 éve Lábrahám hite után. És ez szerinted a, a Tóra? Mit jelent az, hogy keletkezni? Kérdés, hogy melyik a törvény? Sínaid. a sínai törvény. Te mit tekintesz Tórának a sínait? Mózest? Nézd, a Tóra ez egy örök igazság, a tóra az instrukció, az útmutatás, annak nincs köze törvényhez. A tóra az útmutatás, az, amit az Atya megadott az emberiségnek, hogy hogyan kell járni az életet ezen a földön. És ez időtlen, ez nincsen Jó, sínai hegyhez, értem, meg semmihez akkor, kötve. Figyelj, akkor bővítsük ki a tórát, rendben, elfogadom. Bővítsük ki a tórát az új szövetségre is. Hogyne, hát ez kénytelen, vagy. A, a, a Korintusi levél 14. részben azt mondja, hogy aki profétál vagy imádkozik, ugye? Vagy először is azt mondja, hogy Amiket mondok, ezek a messiás parancsolatai, igaz? Ez a 1 Korintus 14.37, ha jól tudom, de légy szíves keresni. Megnézzük. 1 Korintus, korintus 14.37-es. 30... 14, Igen, ez a gazda rendeletei. Így van. Hogy az úr rendeletei, így van. Na, a gazda rendeletei, pontosan. És azt mondja, hogy ha egy férfi fedett fővel profétál, vagyis isteni szóvivőként jár közben, közben működik, az megszigyeníti a messiást. Mondjuk az a 11-es hogy... de igen. igen, de az ugyanez a profétálásról van szó. Tehát aki valaki magát profétának, isteni szóvivőnek mondja magát. Csak az egy másik fejezet, most azt hittem, hogy itt vagyunk mert Nem, a... ez az, az egész levél, az úrrendel... ez itt az úrrendeletei. Hát meg azt a amint a törvény is mondja, két versszak korábban. Szóval az melyik törvény? Igen. Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogy a közösségi média oldalakon élvezett relatív szabadság eltűnőben van. Ez az oka annak részben, hogy átköltöztünk weboldalunkra. Megkérek mindenkit arra, hogy látogasson el oda és támogassa munkánkat, mert az azt jelenti, hogy több tartalmat tudunk készíteni szélesebb körben, jobb minőségben. Szóval mindenki profitál ebből, nem csak mi ráadásul valamelyest függetleníteni tudjuk magunkat attól a cenzúrától, ami a közösségi média oldalakon megfigyelhető. Köszönöm. Az egy jó kérdés most. Én tudom, hogy jó. Meg kell találni. Jó, de nem ez a kérdés. Az a kérdés, én most fölteszem a kérdést, hogy akarsz-e tökéletes lenni? Persze, hogy ne. Hát, amikor, Feltételezem amikor, te amikor, Hát amikor te most véletlenül jön egy profécia rajtad keresztül, mert bármikor ugye a profécia az olyan, hogy Isten szuverén Isten, az jön egy profécia, igaz? Azt szeretném megkérdezni, hogy ha te törvénytisztelő ember vagy, kell-e sapkát hordani, amikor tanítasz, vagy nem kell sapkát hordani, amikor tanítasz? Amikor profétálsz, amikor Isten nevében jársz el. vagy katakefále azt jelenti, hogy az egész arcát az ember befedi egy fátyol ott, ahol... ott, 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 nincsen katakaluptó a férfinál. Ott csak az van, ha visel valamit a fején. Ott echo, nem pedig katakaluptó. Nézzük meg. Mhm. Uh -huh. Férfinál nincs katakaluptó. Azt mondja, hogy ha befedett fővel imádkozik, azt mondtam, hogy katakefálé. Uh -huh. meg a gör Nem, nézd meg a görögöt. Itt nézem, katakefálé. Katakefálé. A kata azt jelenti szó összetétel esetén, hogy lesz szemben ellen egészen teljesen. Kata. Kefáli, ami a fő, az azt jelenti, hogy fej. Azaz a teljes fő be van fedve. Hol, hol van a fedés? A fedés, igen, hol van? Hát ide van írva, hogy befedett fővel imádkozik. Fedett fővel imádkozik. Azt jelenti a kata. A kata azt jelenti, hogy egészen a feje. Nem, nem a kata, az annyit jelent, hogy le. Nem, okay. a kata annyit jelent szó összetételben, hogy egészen, teljesen. Ide van írva. Hát miért mondod, hogy nem, mikor látom? De, de te, te összetételt használsz, és ott van egy echo. De ez egy összetétel azért, ez nem, nem, egy, te, nem egy úgy érti összetétel, hogy a ez a vonatkozik rá. Vagy mit gondolsz, hogy mit jelent akkor? Vagy mi, mi a te van, Ha valamit visel a fején. Valamilyen van a fején, itt van. Ott egy echo. Oké. Okay. És a a fej az nem lehet, mert az echo az nem, nem tárgy esetben van, hanem genitívusban itt a head, tehát a, vagy a, tehát a fej, tehát a kefál, az nem tárgy van, hanem genitivusban. Uh -huh. Tehát a fejnek van valami, és ő ez így van jelen, ezt jelenti. Tehát a feje, a fej, csak ennyit mond, hogy le, fej, rendelkezik. De azt mondja, a hogy a, a férfiúnak az, hogy... nem kell katakalypto a fejét. Katakalypto pedig azt jelenti, hogy elfátyoloz. Hetes vers. A férfiúnak nem kell befednie katakalipto, Elfátyolozni a fejét. Az asszonynak meg igen. De, 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 de itt nincs katakalipto. Hát itt azt van, nem, mondom neked. Nem, hetes vers. Hol? Nézd meg, hetes vers, nem kell befednie, az a befednie, az katakalipto. Igen. Tessék. De nézd, hát igen. Fél tucat videót csináltam erről, hát ennyit csak megjegyeztem. Ez az Isten Én azt állítom ezzel kapcsolatban, Attila, hogy a nőnek el kellene fátyolozni a fejét, mikor Isten elé járó. Ha nem teszi, ne nem fog meghalni. Nem fog uh, pokolra jutni. Ez csak a férfiét megszégyeníti. Igen. Ha neki ez jó. A férfinak viszont nem szabad, igen, a férfinak viszont nem szabad elfátyolozni az arcát, mint ahogy Mózes sem ott második könyv 34-es fejezet végén, mikor emlékszel lejött a hegyről, és azt mondta, hogy eltakarja a dicsőségét, hogy ne ragyogjon, mert az emberek nem merték nézni. Én úgy gondolom, hogy ez azzal van összefüggésben, hogy ne, ne takard el az arcot, hogy az ő dicsősége ragyogjék. De mint... Mint egyetemes papság. Itt, igen. Értem, de itt nem az arcot használja, hanem a, a kefálét. Igen, hogy az egész fejedet elfátyolozod, az így, így értelmező, hogy eltakarod, elfeded, azt mondja, hogy befednie az egész fejedet. Ez a katakalüptó olyan, mint amikor azt mondja, hogy a aranyjal kiveri a, az egész ládát, hogy befedi, körbefedi. Érted? Így értelmezem én ezt, mint ahogy szerintem így is van. Hát akkor neked nem kell ninja ruhát, vagy símaszkot hordanod. Tehát ezt így értelmezed. Igen, a férfi... a fél... Látom, ilyen férfit valaha a tör, történelemben, hogy símaszka járkáltak? Nézd, ha belegondolsz abba, hogy, hogy nem símaszkról van szó, hanem fátyorról. Igen, láttam ilyet, le van írva Zsoltárokban, vagy bocsánat, Dávid is elfedezi az egész fejét, mikor vonulnak sírva, azért, mert szomorú. Ugyanúgy, ahogy Hámánnak is elfedezik az arcát, mikor oda megy... Ö... Eszternek az ágyához. Számos példa van. Jeremiás ír erről, hogy elfedezve a fejük sírnak. Szóval a, az, hogy az ember elfátyolozza az arcát, az a gyásznak vagy a szomorúságnak a jele, ami nem engedi, hogy a dicsősége látszódjék. Itt erről van szó, és ez egyébként passzol korintusiakhoz e, hármas fejezet, ahol Saul maga ír erről, illetve a, a jelenetről, amikor Mózes elfedezi az arcát, e, részletesen itt, ezzel kapcsolatban megidézi ugyanazt a gondolatot, hogy Mózes arc orcájának elmúló dicsősége miatt. Szóval az arcról van szó, ami a dicsőséget sugározza, nem a fejtető. Úgyhogy én így értelmezem ezt, és ezért, ezért van így. De ha nem feded be a fejed, hé, ez a legkisebb dolog, bár, ha visszamegyünk a Máté vershez, azt mondja, hogy aki a legkisebbet is megszegi és úgy tanítja. Szóval akkor miért mondja azt, hogy nem szegheted meg a legkisebbet? Érted? Ez a dilemma. És én nem azt mondom, hogy neked meg kell tartani a parancsolatot, hogy üdvözölj. Én csak azt mondom, amit te, hogy ha valóban a ruach él a szívemben, arra fog indítani, hogy megtartsam. És én ellenkezhetek vele. Csak nem ajánlatos. Érthető? Értem. És akkor Igen. szeretnél szombattartóként, meg tóra betartóként úgy élni, ahogy a messiás élt. De ő is úgy élt. Ő is szombattartó. Akkor volt. Akkor sz szeretnél betegeket gyógyítani, halottakat támasztani, démonokat tűzni. Úgy érdemelken szólni. Persze. Azt szeretném csinálni, amit ő rendel nekem. Ha ő azt akarja, hogy én gyógyítsak, meg halottakat támasztjak föl, meg démonokat űzzek, hát, hát azt ki kell venni, mert ez parancs. Tehát, hogy az írott törvényen már nem kell gondolkodni. De néz, azt gondolod, hogy valaki megtér, és onnantól kezdve az első pillanattól olyan lesz, mint Iron Man, és mindenre képes lesz? Mert Péter megtagadta háromszor, azt mondom, Janusá. Hogy ilyen ezek fogja... a Péter még nem volt szent szellemmel újjászületve, igaz? Újjászületés és csak pünköstkor történt. De a Kalácia beliek hát, már hát. újjá voltak születve, azt mégis mentek visszafele. De ott, ott, ott bukás volt. Meg a korintus beliek is most az a kérdés, hogy ahogyan te úgymond rajongassz a törvényét, ugye voltak ilyen zsidók a Bibliában, hogy rajongtak a törvényért. Hogy de Dávid egyik volt ezek közül például. Ugy, ugyanúgy rajongassz a messiás parancsaiért is. De ezek ugyanazok, szóval én nekem az nem okoz problémát. Tehát akkor ugyanúgy akarsz démonokat űzni, halottakat támasztani. A Lukás 10 szerint pénztárca nélkül, tehát amikor YouTube-ot csinálsz, nem, nem teszed ki a bankszámlaszámodat, és úgy csinálni, hogy elmész, minden nélkül, elmész egy városba, ahol az úr mondja, hogy menjék kettesével, és megszálltok annál a béke embernél, ahova ugye befogadnak, és akkor ott eszel, iszolvek, ugye gyógyítod a betegeket, és életed is. Nézd, akkor azt jelenti, hogy nekem ilyen falhajókkal kéne utaznom, meg szamárháton, vagy mi? Te azt csinálod? Bocsánat, tekeverd össze a parancsot, meg a korszakkal. Jézus parancsolta az, hogy menjetek, úgyhogy ne vegyetek magatokkal erszényt. Ez parancs? De miért nem? Te mész? Mentem, így van. Mint ahogy én is. És működik. És? De ez is működik. És mind a mai napig úgy úgy élek, hogy soha senkitől nem kérek semmit. Én sem. Nem teszek ki semmilyen adakozást, semmilyen bankszámlaszámot, semmit. Halleluja. Nincsen olyan. Tehát rejtett csatornám. Mi mindent ingyen kaptunk, ingyen adjuk. Kész. De én is ingyen adom. Ez is ingyen van. Na, de az az úrnak, de kérdés. támasztasz de nem térjünk már vissza erre. Én is ingyen adom. Majd, hogy nem csak minden, amit csinálunk, az ingyen van. Ha valaki a hozzá be, akar be, járulni... Követnek-e követnek azok a jelek, amiről a mesiás beszélt, hogy a hívőket ezek a jelek fogják kísérni? Egy pillanat, most, mert most túl sok ne, minden... Ne, megyünk, fontos. Megyünk rá arra mindjárt. Csak az előbb arról volt szó, hogy zsidók, akik szeretik a törvényt. Azt írja rajongana. Dávid, rajongana, rajongana, bocsánat, rajongana. Azt írja Dávid maga, a nagy Dávid. Boldogok, akiknek útjuk fedhetetlen, akik jahua törvényében járnak. Boldogok, akik megőrzik az ő bizonyságait, teljes szívből keresik őt. Ez a boldog. Hát, ez a boldog, ez azt jelenti, hogy áldott az boldog, az ember. Tudom. A te határozataidat jól megőrizzük. Hálát adok neked tiszta szívből, hogy megtanítottál engem a te igazságod ítéleteire. Mi módon őrizheti ha, meg a tisztán az ifjú az ő útját, ha nem a te beszédet megtartását. Szerintem a gintában itt hogy van az úr, melyik szó szerepel? Hát feltételezem a kuriosz, de meg tudom nézni, ha gondol. Az új szövetség itt nevez kuriosznak. Az atyát például? Mondd az úr az én uramnak. Ugye most ő ő most elkalandozunk, mert most itt arról volt szó, nem hogy valami alazunk, zsidó, nem, akik nem, rajonganak én a Tóráért. Itt, rajong. itt van egy zsidó, aki rajong. Nem, Itt van egy zsidó, nem, aki rajong. Erről nem, beszéltél, nem, hogy nem nincs ro... olyan. Igen. Itt van, uram, a... uram, azt mondja, hogy jó figyelj, vágyódom a te szabadításod után. A te törvényed, Tora, H8451, nekem gyönyörűségem. Tessék, egy zsidó... A Tóra aki... az törvényt jelent, vagy tanítást éberül? A Tóra az azt jelenti, hogy instrukció, útmutatás, tanítás. Hát tanítás jelent, nem törvényt. Oké, felejtsük a törvényt. Én, én mindvégig ezt, ezt javasoltam. Az, az új szövetségben, amikor a Veszterből átjöttünk a Vodafonba, az úrnak melyik tanítását kell megtartani, melyik Tóráját kell megtartani? Ezt csak először azt le tudjuk szögezni, hogy itt van egy zsidó, aki rajong a törvényért? Nem, itt van egy zsidó, aki rajong a tóráért. Halleluja, mi egy és ugyanaz lényegében, a, nem, a tóra az ne, instrukció. A, nem, a törvény az törvény. De mi a törvény? A tóra, mi a különbség? Hanipis. Mi a különbség? A bűnereje a törvény. Nem, nem, hagyjuk ezt. Mi, mi a gyakorlati különbség? Hon, a, a, mi a, semmi gyakorlati különbség nincs, hisz a tóra... A gyakorlati különbség az, hogy én már nem a vesztelni vagyok, hanem a vodafone ne, az, Ez a gyakorlati nem, különbség. ez más, amiről sajnos. El kell, hogy magyarázzam mindenkinek, hm? hogy a tóra magyarul törvénynek fordítják függetlenül attól, hogy nem az. Szóval amiben gyönyörködik Dávid az Mózesnek az öt könyve amire, amire azt állított te, hogy az már el van törölve és az átok, meg az egy iga míg ő arról úgy beszélít, hogy ez egy nem, gyönyörűség én állítom, neki. Hanem, nem én állítom, hanem a zsidókozit levélszerzője állítja de te is ezt állítod, nem? Én csak azt állítom, hogy a Szent én, 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 nem én A, a Szent az nem állítja homologeó az azt jelenti ugyanazt mondani. Így jelent a zsidók 8-8, mit mond a Szent Szellem? Nézzük meg! Mert mikor, mikor újról beszél, óvá tette az elsőt, ami pedig megavul és megvénhedik, közel van az enyészethez. Közel van ez az a régi szövetség, ez a régi szövetség. Mert ha az első kifogástalan lett volna, nem kereshetett volna hely egy másodiknak. Így van. Mert dolgálván őket így szól Íme napok jönnek, azt mondja az Úr és Izrael házával és Júdának házával, új testamentum. Nem valami az a keresztényekkel, hanem Izrael, meg Jú, Így van. Halálos végrendeletet fog kötni. Ugye? Itt nem, a szövetség az halálos véres végrendelet. nem én. egészen, ez diateké, ami a... jelent szövetséget is. Igen, nem az a szövetség szerint, melyet kötöttem az ő atyáikkal, nem a sínai szövetség szerint. Mikor kézen fogtam őket, hogy kivezessem Egyiptomból. Ugye így indul a tíz parancsolat, én az úr vagyok, a te Istened, aki kiosztalak titeket. Egyiptom a földön a szolgassam. szolgálat házában. Jó, kipittem egy szót, hogy má, tehát a hald izrael. Tehát az első parancsolat az, hogy hald, igaz, ezt tudjuk. Nem is tudom, nem, hogy nem a az első... hald az ott van-e egyébként a, a, a tíz parancsolat. A smá a az ott van. Tehát Na az első parancsolat most. az, hogy hald, Na mindegy. A lényeg... Ez itt nincs a tíz parancsolatnál, a sem áll, az, az, nem. az Debarin 6-4-6. Ha, nem, ha nem hallasz semmit, jó. Az az első nagy parancsolat, Mózes 5-ös könyve 6-os fejezet 4-től 6-ig had Izrael, de az nem a tíz parancsolat. Igen, az az ígen, első nagy parancsolat. is mindig a hallásra tette a hangsúlyt. Mindegy, de az ott nincs odaírva, az a lényeg. menjünk, tovább, tehát úgy nem azon szövetség szerint, melyet kötöttem az atyáikkal a napon, mikor kézen fogtam, hogy kivezessem Egyiptomból, mert ők nem maradtak meg abban. Szóval nem a szövetséggel volt baj, hanem az emberekkel ez egy mutató névmás abban az én szövetségem, ez egy távolra mutató névmás, azért én sem gondoltam velük, mondja az úr, mert ez az a szövetség, tehát itt van egy abban, most jön egy ez. Így van. A szövetség melyet kötök az Izrael házával, a manapok múltán mondta mm -hmm. az úr, adom az én törvényemet. Na mi ez a törvény, az törvény Mi ez a törvény, amit ő ad az ő szívükbe, meg az ő elméjükbe? Hogy mind mindazt, amit én parancsoltam néktek. Ez nincs ideírva, ezt most te teszed hozzá. Azt mondja, hogy adom az én törvényemet. Ki, az, az, aki, ki az, aki azt mondja, hogy az, ő az én törvényemet? Ki beszél itt? Az örökkévaló beszél, Ki az az örökkévaló? Az atya, nem? Igen. Hát akkor mi az ő törvénye? Ez Jeremiás 31-31. Hát, 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 hát biztos, hogy nem a tóra, mert a tóra csak tanítást, instrukciót jelenti, a törvény az nem instrukció. Könyörgöm, ide van írva, hogy. Tó, hogy a, 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 ne, akkor nézzük meg. Jeremiás 31-31, megmutatom, hogy ez a tóra. Jó, nézzük meg. Hát itt van. Nem, az, itt van. De Jó, rendben, én elfogadom, hogyha. Törvényemet a tóra van. az ő belsejükbe helyezem, 84-51 hátora. Szóval azt akarom kifejezni ezzel, Attila, hogy. Ez az idézet, ez mellesleg a leghosszabb idézet az Új Szövetségben, az Ószövetségben. Héberekhez 8-as fejezet. Nem véletlenül. Azt mondja, hogy a törvényemet az ő belsejükbe helyezem. Ez már Héberekhez. A kérdés az, hogy melyik ez a törvény, hogyha ez egy idézet Jeremiástól, és ott. Tora áll, szóval az ő instrukció, hogy nem azt tűnik logikusnak, hogy a, a, a Tora öt könyve, amiről beszél, hisz azt írja, hogy Tora. Szóval az az, amit ne. a szívébe, nem az, nem az helyezi a szívébe. Nem, nem, Jézus azt mondta, hogy amit én parancsoltam. De ez itt, itt nincs szó Jézusról, itt ez egy idézet az örökkévalótól, ahogy te nagyszerűen az előbb megjegyezted azt. Azt mondja, ez ez ráadásul még itt a tetragramaton is, a 33-as fejezet itt, amit látsz a képernyőn, azt mondja, hogy vagy az örökkévaló jáve, ahogy akarod, a törvényemet az ő belsejükbe helyezem. Mi ez a törvény vajon, amit az ő az emberek belsejébe helyez itt Jeremiásnál? Mi, melyik ez a törvény? Jézus törvénye? Hát, hogyha ha az ó elavult, akkor nem lehet az ó. Nem, arról nincs szó, hogy a törvény változik meg. De van a... egy új végrendelet. Igen, nem... De, de az nem azt jelenti, hogy a. Aztél tőle... elmondja, hogy de a galata levél egyértelműen elmondja, hogy két külön végrendelet van. És az első végrendeletnek semmi köze a második végrendelethez. Mi most egy második végrendeletről beszélünk, nem az elsőről. Akkor melyik törvény az, amit itt, amiről itt beszél? Mellesleg ez a, a nomos szó. Szóval. Itt itt mondja, hogy amikor újról beszél, óvá tette az elsőt. Ezt értem. Ami, pedig, ami pedig megavul, tehát az az első végrendeleti törvény, vagy végrendeleti szövetség, bármilyen nevezed, ami pedig megavul, és megvénhedik, közel van az enyészet. Mi, te... mi az, amit megavul? Mi, akkor Te mondd el, mi az, amit megavul? Nem probléma. Azt mondja, hogy engősz, azaz térben vagy időben közel van mellette, szóval még nem avult el, hanem azt mondja, hogy közel van az enyészethez. Ráadásul úgy mondja, hogy közel van, ha csak nem ki akarjuk hagyni azt a szót, és azt mondjuk, hogy nincs jelentőség annak a szónak, nem azt mondja, hogy ez elavult. Azt mondja, hogy közel van az enyészethez. De van itt egy mondat, ami érdekes. Azt mondja, hogy és nem tanítja ki ki az ő fele barátját, és ki, -ki az ő fiát. De most még tanítjuk, nem de, az ember? Mire? Nem, ott mondván, mire, mire Ismerd kell Ismerd meg Jahuát. Ez, az, ez a parancsolat, így van. Nem tanítjuk. Nem az, hogy a... meg, attól. így van. Így van. Mert minnyáján megismernek engem kicsintől a nagyig. Már most mindenki, de már mindenki égnek. ismeri Amen. őt. De már mindenki ismeri őt kicsintől a nagyig? Aki az új végrendeletben van, azok ismerik. Mert szóval mostantól már nem ismeri. lesz olyan ember, aki a te munkát hatására meg fogja ismerni őt? Aki még nincs, az új szövetségben. Hát akkor csak nincs még, a, a, érted amit mondok, akkor az új szövetség még nincsen teljesen érvényben, hogyha még van ember, aki nincs benne. Mi a tanítás célja? Nem tanítja mire az embereket? Hogy? Hogy megismerjék, meg Jézus vagy, hogy megismerjék az urat. Erre nem tanítjuk. Mert ez a lényeg. Az nem elején, tanítjuk nem, mondjuk, erre hogy már. Be Jézust, azt mondja, ismerd. hogy mert minnyáján megismernek engem, a kicsintől a nagy. Igen. Azt akarod mondani, hogy már mindenki ismeri őt? A messiásban mindenki ismeri ne, De nem, őt. aki még meg fog születni holnap és tíz év múlva megismeri, az még nem ismeri, nem? Ő még nincs ebben a végrendeleti szövetségben. Hát még nincs, az új szövetség teljes mértékben nem lehet érvényben, hisz vannak az emberek, új akik nem is. érvényben ismerik. van, az ember nincs benne a csónakban. Nem nincs de az új szövetség érvényben van. Hát ezek szerint az nem emberek nincsenek az új szövetségbe belépve. De, ezek szerint, abszolút, de még mindig tanítják az emberek a, egymást. Egy... De nem arra, hogy ismerd meg az urat, hanem arra, amit Jézus parang. Hát ami, ami azt jelenti, hogy ismerd meg. Nem, nem ne, ne keverd össze. Ne, mi, mi, mit jelent? a pillanatban, hogy újonnan születsz, megismerted az urat, mert a Szent Szellem kijelenti Jézust benned állapostól is ezt mondta, hogy, hogy a messiást bennem kijelentett. Az új szövetségben az emberek automatikusan tudni fogják, hogy mi az, ami helyes, és mi az, ami nem, hiszen a Tóra mondja, pillanat, nem. de mindjárt megmutatom, hogy ezt mondja. Hiszen a Tóra az ő elméjükben lesz, és az ő szívükben lesz. Ami azt jelenti, ezért mondja azt, hogy már nem tanítja ki ki a fele barátját, hogy ismerd meg, ez az ismerd meg, ez egyébként nem azt jelenti, csak Menjek az, az, az utcán... a szóva, hogy ezért, itt nem az a szó, hogy ezért hanem az, hogy és. Az ezért, az egy okokozati összefüggés, az és pedig csak egy sima mellérendelés. Így ne van. Magyarázunk. É, én, értem. De te azt mondtad, hogy ezért. De Jó. Itt ezért. Ért. Te meg azt mondtad, hogy eltörölt a törvényeket, az közben nem. Szóval ezen jó. ne akadjunk föl. Most azt mondom, igen, a hogy messiás törvényében tör... vagyok, te meg a mózes törvény. Igen, de ide nem az van írva, hogy a messiás törvénye, hanem az, hogy jahu a törvénye. Szóval most nem tudok mit csinálni. Új, újról beszél. Újról beszél. De az nem az van, akkor nem azt írta ide, hogy az a messiás törvényét, hanem és, mell és ha már mi itt tartunk, ezen a ponton a kuriosz az a tetragrammatont jelenti, hiszen ez egy idézeti jeremiástól, és hogyha azt ide vonatkoztatjuk, akkor látjuk, hogy az úr az nem Jézus jelenti, hanem ahogy mondtam az előbb, számos alkalommal az atyát, azt vagy a tetragrammat. A Igen, de az atya már megváltoztatta Mit? A törvényt. Nem tudja megváltoztatni. A törvényt nem lehet megváltoztatni. Már meghaltam a törvénynek. nem azt jelenti, hogy a törvény megváltozott, az csak azt jelenti, hogy te Meghaltál a törvénynek. A hágát már elűztük, nem? Nem tud megváltozni a, 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 a törvény. De a sínait már elűztük. Nem? Te nem okay. üszted még el a sínait? Én nem tudom, hogy mit jelent elűzni a sínait. Én csak annyit tudok. Ak akkor kér, kérdezd meg a szemszemet, hogy mit jelent az, hogy elűzni a sínait. De, majd eljutunk oda is. Én azt akarom mondani, hogy a törvényt nem tudja megváltoztatni, mert ő maga nem változik meg. Megváltozott a törvény. Az előbb beszéltünk erről. Igen, az áldozati törvény, meg a papság, a rituális része megváltozott. Te nem magyarázol, te csak egyik felét akarod. De ez van neked oda tetszük. leírva. Én nem magyarázok bele semmit. Áldozati törvény. De hát erről szól Héberekhez az áldozat, A 9-es, 10-es fejezet egyértelműsíti. A 10-esben 16-szor írja le, hogy az áldozat az, ami megváltozott. 16-szor a 10-es fejezetben egyértelműsíti, valószínű, hogy az áldozat. A Ja, Helis most a maga tökélet? az áldozat, nem azt mondta, hogy én a törvény vagyok, és azt meg fogom ölni, azt mondta, hogy ő a bárány. Az áldozati rendszer változott meg, nem a Tóra. Ez két külön dolog. Az áldozati rendszer az, ami rá lett építve a Tórára a bűn miatt. Tessék. A törvény, a Tóra, az ő instrukciói megmutatják, hogy mi a bűn, és arra kitalált egy rendszert, ami elfedezi a bűnt, amíg eljön az igazi áldozat, aki eltörli a bűnt, aki jahusama a de De valami kell, hogy áldozat. Hogyha nincs törvény, akkor nekem nem kell áldozat. Ez a legnagyobb probléma ezzel az elgondolással. Hogyha már nem vonatkozik rám a törvény, akkor engem nem érdekel, hogy ő meghalt, hisz már nincsen ok annak, hogy én áldozat. Érted? Minek hal, nem érdekel, hogy meghalt, ha már nincs törvény? Hiszen nem tudom megszegni. Akkor miért tartott be a jomkipúrt? Mert én nem azt gondolom, hogy ami, amit mondok. Én csak azt mondom, amit te mondasz, hogy már eltörölték a törvényt, szóval akkor mit érdekel engem, hogy már feláldozta magát, ha egyszer úgy sincs törvény? Én nem gondolom azt. Én úgy gondolom, hogy minden egyes elemét ennek meg kell tartani. És figyeld meg! Csak ha, hagyd mutassam. Róma 614. ha, te azt mondod, hogy mindent meg kell tartani, akkor pár mér mond neked ellent a Róma 614. -ben. Nézzük meg, hogy ellent mond -e. Róma 614. Mert a törvény szegés, ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok a törvény alatt, hanem kegyelem alatt vagytok. Mi is tehát védkezzünk. Vágyál, el. Te... Várja, itt megnézzük már azt a görög szót, nézzük csak meg. Ez hamartia, a bűnvétek, de már megegyeztünk, hogy a törvényszegés. De megmondta, hogy an miatt peragta egy másikat. De akkor mit jelent az, hogy nem vagy a törvény alatt? Ez mit jelent? Mert nem vagytok a törvény alatt, hanem kegyelem alatt vagytok. A törvény alatt az azt jelenti, hogyha elmegyek, tegyük fel, tudatlan vagyok és elmegyek fát gyűjtögetni a sabatnapon, azért halál járna. Mint ahogy a szolvasok Mózes 4. könyve 15-ös Azért halál járna. De mivel én nem vagyok a törvény alatt, én kegyelem alatt vagyok, ezért nem kell meghalnom. Elég bocsánatot kérnem tőle. Jahusan masiák áldozata majd ezt a bűnt elfedezi, pontosan úgy, ahogyan a kalásztépésnél is erről volt szó, hogy meg lehet szegni, és aztán majd ő Ö, hát végül is, na mindegy, ha ne is, ne is keverjem ide a kalászét. De mi az ószövetségben nem lehetett bocsánatot kérni? De lehetett, így van. Így Akkor van. ők nem voltak törvény alatt? Olyan szempontból nem, azt meg kell értened meg, mint ahogy szerintem te tisztában is vagy azzal, hogy a, az, az Izrael az egy teokrácia volt, ami azt jelenti, hogy a Tóra volt az alkotmánya annak, a, annak az országnak. Szóval minden, ami le volt írva, az ment ott. De ez, ahol most vagyunk, ez nem egy teokrácia, ahogyan Saul is írja, azt hiszem a rómaiakhoz pont 13-as fejezetben, amikor arról beszél, hogy engedelmeskedjek a világi hatalmaságnak, stb. Szóval érted azt, hogy ez két külön rendszer, nem, nem, nem tudod rávonatni, én nem tudom végrehajtani most a büntetést, ezért volt szükség arra, hogy legyen valaki, aki a büntetést átvállalja. Különben most itt mi nem tudok megkövezni senkit, meg nem is akarok. Jó, nem, ez hogy, hogy... És világos, csak akkor, figyelj, hogyan léptünk be a törvényben a sínai szövetség alatt? Mi volt az első rituálé, amit megcsináltunk? Az első rituálé a sínai szövetség alatt, hát nem tudom, honnan kell elkezdenünk, de ugye a 19-es fejezet. Ír... Hát, hogyan, mi, mi volt az, amivel beléptünk a szövetségbe? Ugye volt egy vér. Az áldozatnak vérfoly... a vére volt az, amivel beléptünk. A, a, amikor körülmetélték a figymát, akkor vérfolyt, és azzal kerültél be a ugye a szövetségbe. Nem, nem, erre nem vagyok benne, ebbe biztos, hogy ez nem, 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 az más volt, hisz De. akkor még nem volt sínai szövetség, a, akkor te csak a hitedet demonstráltad azzal. Mint ahogy ma is. Mint ahogy uh -huh. Ábrahám is. Nem, azt kérdezem ezt, mert hogyha ha volt ez a hit demonstráció, ott van a, a körülmetélés, ugye 8 naposan körülket metékedni ugye a sínai alatt. Öh. Nem, csak nem, bocsánat, az, az, az 17-es fejezetben sít vagy Mózes első könyve, szóval már akkor volt körülmetélés. Igen, de, de, de a, a messiás Jézusban sem a körülmetékedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem... Mi az, ami számít a messiás a Törvénynek Jézusban? a megtartása. Nem. Pedig ezt írja a galatákhoz, Saul. Hanem a szeretet által munkálkodó hit. Jó. Hát mi a fontos... A, tő, a Isten törvényeinek a megtartása. Mindjárt meg is mutatom, hogyha megtalálom. De most nem, mi... és én most a, izé, én a Galata 5-6-ról beszélek. Jó, de én nem arról, szóval akkor melyik az, amit elfogadjuk most akkor? egy, 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 egy Egyik az már nem, vagy mi? Ma, melyik törvény, mutasd! Mindjárt az megnézem, így. de most hagyj, hagy, mert ezt, ezt nem tudom fejbe, sajnos, de a, megfogom én ezt talán. Amit akarok mondani, az az, hogy ez a körülmetélés, én, én, is, én, is, én is, nézd, amikor eljön valaki ide hozzánk, szó sincs arról, hogy neked körül kell metélkedni, neked tisztátalan, meg jó persze, a tisztátalan az más, mert ha még ide jössz és még tisztátalan eszel, akkor valamit nem értesz. De arról nincs szó, hogy körül kell metélkedned, meg különben elkárhozol. Nincs szó arról se, hogy a szombatnapon nem mehetsz munkába. Értesz? Én nem azt tanítom az embereknek, akik ide jönnek, hogy mostantól nem mehetsz munkába. Én azt mondom nekik, Hogyha szeretnél úgy élni, ahogy Jahusa, akkor biztos vagyok benne, hogy az Atya fog mutatni egy utat, hogy nem kell majd járnod munkába. Ha az egy három hónap múlva van, vagy fél év múlva, őt, akkor értesz? Dicsőség az úrnak, sőt, munkába járás helyett még mehetsz démont is a zsinagógába. Halleluja! Nem csak a zsinagógába mehetsz démont üzni, bárhova a bárhova. világon. Halleluja! Attól Ez függ, az. hogy mi az az ajándék, amit neked adni fog. Az, ha az én arra bátorítom, hogyha betváltod a szombatot, dicsőség, az úrnak tartsd be a szombatot, de Így úgy, van. ahogy az Úr Jézus. Hát akkor halottakat támasz, betegeket gyógyíts. Csináld úgy, ahogy az Úr csinál. Vagy élhetsz úgy is, mint a pogányok, hogy nem tartod be a tórá. Őt minden nap lehet szombatod. Lehet és minden hogy nap lehetsz az úr nyugalmában minden nap nem tud lenni szombatod hisz a szombat meg van határozva, hogy mi a szombat a szombat azt jelenti, hogy te nem dolgozol a világban az egyik, az, egyik különne, az egyik különnek tart egy napot, a másik minden napot szentnek tart, lehet minden napot szombat, nem tud lenni minden napot szombat, nem érted? hisz a szombatnak az a lényege, hogy az ember nem dolgozik ha csak nem, te abban a kivételes helyzetben vagy, hogy, hogy élsz, mint egy remete egy hordóban, és nem dolgozol soha de amúgy nem tud lenni minden szombat, mert van egy kritérium a szombatnak. Nem csak úgy van, hogy én nekem kipattan a fejemből, hogy mostantól ez lesz a szombat. A szombat meg van határozva az atya által, hogy mit jelent az, hogy te megtartod a szombatot. Jeremiás 17-es fejezet 20-22-ig leírja, nem lehet például adni, venni, hordozni dolgokat, kibevinni a kapun. Ez egy például azok közül, hogy mit jelent az, hogy te megtartod a szombatot. Például Jeruzsálem kapuin vagy a te házad kapuin, nézzétek meg, és akkor látja mindenki. Hmm. Szóval ezt Értem. akarom mondani, hogy megvan határozva, hát, nem, nem tud minden nap szombat lenni, az ő definíciója hát szerint. Sajnos az a sajnos a, a a strókos akit a négy barátja bevitt, az bizony szombaton fölemelte az ágya. Igen, mert jót lehet tenni a szombaton, Máté 12-es fejezet, hisz a szombatnak is. is. Hát akkor ez ilyen, ilyen gumijogszabály. Gumi, gumi jogszabály, De is. hogy is gumijogszabály, hát ezt próbálta elmagyarázni Máté 12-es fejezetben, hogy jót mindig is lehetett tenni, hisz Dávid esetében is lehet, meg a papok esetében is lehet. Szóval ez örökké így volt. Ez nem valami új dolog. Hát ha jót teszek azzal, hogy főkapcsolom a villanyt, akkor fölkapcsoltam a villanyt szombaton. Nem csak, hogy a villanyt akkor kapcsolgatod, amikor akarod. Annak semmi Én nincs. Tudod, olyan ultra zsidók, hogy még tüzet se gyújt meg semmi. Nézd, ők úgy értelmezik azt, de én nem. Itt, <laughs> értem, akkor te nem olyan ultra nem érdekel, hogy az útra ortodox szóval. askenázi mit magyaráz. Azt csinál, amit akar. Én tiszteletben tartom, hogy ő úgy értelmezi, és az atya dicsőségére csinálja, ha csinálja. De én rám nem vonatkozik az, ami az ő talmudjában van. Szóval, <laughs> Super, tök jó. Persze, vagyunk. Akkor jó. ebbe egyetértünk. Valamiben egyetértünk. Én csak azt nem értem, hogy ha most szerinted a törvény az már abszolút el van törölve, és semmi nem vonatkozik ránk? Ak egy dolgot kell megértsed. Hogy ha te meghaltál, akkor te megnyugodtál a hold cselekedeteitől, igaz? élek többé nem én, él bennem a messiás. Igaz? Stimmt? Tehát te tartod meg a törvényt, vagy a benned levő messiás az, aki téged az atya akarata szerint járat. Te élsz vagy, me, é, te élő ember vagy, vagy halott? Halata 220. Élő. Én. Élek többé, nem én. Tehát az ego meghalt. Ott nézd meg, az ego van a görögben. Persze, az Azt mondja, hogy a feltámadás, a feltámadhatok, és éltek másiákban szóval csak élek. Igen, de a szövegkörnyezet ott pont a törvény. Hát akkor, akkor csak élő vagyok, nem? Nem érted a misztériumot. Hát sajnos. A misztérium ugye az, ami nélkül még diakónus sem lehet. Hogyha nem érted a hit titkát, nem lesz diakónus. Hát akkor a hittitka hit az az, hogy te, amikor bemerítkeztél, meghaltál. Úgy, ahogy vagy az egész, Rattai Roland meghalt. Mindennel együtt meghalt, igaz? És utána föltámad benned a Messiás. Az Isten testélet, a Messiás bennünk a dicsőség reménysége. Oké? Okay? Benned van a Messiás, akkor nem te élsz többé, hanem a messiás él bennem. Ezt mondja az úr. Ez olyan, mint amikor a Matrixban a Neo szépen belement a Smith ügynökbe, és fölrobbantotta. Ha megvan ez a jelenet, nem tudom, megvan-e az a jelenet. Meg, meg. Na, bele, beléd jött a messiás, és fölrobbantotta a Rattai Rolandot, és a la, Rattai Roland szétesett. Elvileg ez jelenti azt, hogy összezúztad magad a sarokkövön. Ugye szóval Sziván akkor én már nem, nem élek. Hát ez a lényeg. Ez a misztérium. Hogy? Is? Hogy élek többé, nem én, él bennem a messiás. Hát azt írja Saul a Róméakhoz hatos fejezetben, hogy miképpen feltámasztottam a a halából, az atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Így van. Szóval csak az élet az a zoé lesz, a magasabb rendű értelmes élet. Tehát amikor a sasmadár már nem csapkod a szárnyával, ott az a magasabb rendű értelmes élet van. Nézzétek az ég madarait. Nem vetnek, nem ratnak. Őrbe sem takarnak. Azt mondja, Lennyi hogy de sátos, éltek sátos. Istennek a mi úrunk Jézus Krisztusban. Szóval csak élünk. Igen, de mégsem én, hanem Tehát a két igét muszáj, hogy Ez Azt nem mondja, hogy mégsem én, azt mondja, hogy de éltek Istennek a mi. Magasabb rendő értelmes életet élünk. Tessék, nem akkor csak élj életet. Igen, Zoét élünk, igen. Zoé az él, élet, életét folytatja, életre kell, szóval az, az háj, héberül, az, 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 azt jelenti, a, hogy él. Igen. A, nem a magasabb rendű értelmeset, nézzé meg más görög szótárakat is. Mert háromféle élet van a görögben, a biosz, a psziché, meg a zoé. És itt most a zoéról beszélünk. Psziché, az, az, a az a, le, az a lelki élet, ugye az a pszichológia, meg a lelki élet, az önsajnálat és a többi barátja. Szóval, okay, szóval ez ez a a nem is tudom, hogy a BIOS-t használja egyáltalán az írás. A BIOS-t ott használja, amikor egyetlen, sem, vagy egyetlen katona sem eregetik bele a mindennapi BIOS dolgaiba azt ott használja. Tehát nem Te kell Az ember nem bioposz... használja soha olyan értelemben, hogy most a régi ember az, az, az mindig a zoét használja. Szóval ez, egy, ez... Egy, nem, egy-két helyen használja. Azért vagy mondom, hogy akkor adunk. úgy, akkor csak azt mondja, hogy éltek. Szóval csak élünk végsősorban. Egy magasabb rendű értelem. Így vagy élt. úgy, de élünk. Én élek, nem, nem ő meg ilyenek. Azt mondja, hogy de éltek Istenek. Szóval az életedet neki áldozott. Te, az új ember, aki felé Erről szól ez a, meg különösen a következő szerintem. Az újjászületés ezt reprezentálja, meg erről beszél. De nézd, jó. szerintem... Jó, akkor egyezünk meg abba, hogy tanít, tanítsd a törvényt, jó? Én? Mind a 613-at rendben, semmi gond, tanítsd a törvényt. Persze, Sőt, hogy... legyél Te, a leg, te a, legyél te a legnagyobb az Isten országában, szuper, egyezünk meg ebbe, és hát, tedd hozzá a messiás parancsolatait is. De azok az ugyanazok. Összeset. Nem. Mi az, vannak ami változott? Más Például? Nézd végig Jézusnak a piros De én végignéztem, és szerintem nincs. Szóval ne szerinted meg van, akkor mondd meg, hogy melyik az. Például az, amikor természet feletti erőben jársz. Ilyen parancsolata is vannak. Természet feletti erőben járok. Mm -hmm. Például mit csinálok? Egyeket mozdítsál el, kötözzél és oldozzál vagy a, a Vagy például az új világrendet akadályozd meg kötözéssel és De oldozással. azt akarod mondani, hogy te csinálni. már hallottakat is feltámasztottál. Meg a mérges kígyókat is megfogdostad. Hát, egy halott már támad a dicsőség az úrnak. Szóval akkor te se csinálod, amit De van. Mit? Azt mondod, hogy a mérges... csinálod? Mi, mit? Most én, 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 a én nekem az a, probléma, a, ha én nem csinálom ezt, vagy én a, én nem gyógyítok a, a, embereket, igen. az probléma, de te neked nem mert akkor a. De magad az ember nem vagy ugyanilyen kritikus, mikor arról van szó, hogy... Te üsztél már ki emberből? Nem tudom, hogy üsztem-e már ki kundalénit emberből. <laughs> nem tudom, üsz, ki kundalénit hát akkor ből. éppen egy kígyót távolítasz el az útból. És az ajrószót nem azt jelenti, hogy fölemelni, hanem azt jelenti, hogy eltávolítani. Jó, hát ha valaki azt gondolja, amikor, amikor hogy... akkor nem lesz. én vagyok az egyetlen, aki nem, nem járja ezt az utat rendesen, mert én nem találkoztam még emberrel, aki démonokat tűz, szóval. Ha, ha, Itt az idő, hogy elkezd. Szóval azt, Jézus azt akarod ez mondani, hogy ha valaki ne, aki nézi ezt és nem űzött démont, az nem is igazi követője Jahusa a Siefel. Azt a cselekedeteket, amiket én teszek, az is teszi, aki hisz, sőt. Sőt? Nagyobbakat is tesz, mert én az abbához megyek. Jó, szóval Tehát akkor a, magyarul azt mondja, mindenki, aki nem űzött eddig démon, meg nem csinált ezeket a mutatványokat, az, az érjen, nem is igazi érjen, érjen meg. térjen meg. Érjen, meg, és kezdje Jézust követni, mert Pálapostól azt mondta, hogy kövessetek engem, ahogy én követem a messiest. Nézzétek meg Pál életét, nézzétek meg a tanítványok életét. Nézd meg, hogy egy egyszerű anániás kiűzi a piton szellemet a pálapostóból, a büszkeségnek a pikkejeit leűzi róla. Tele van az új szövetség. Igen, az Anániás, a ják kegyelmes, aki bement az egyenes utcába, és leszette a, a Python-t. Jó, szerintem Bocsát, a ezen a ponton üggesszük fel, és térjünk vissza rá. Mm. Egy másik alkalom. Tehát, szer nagyszerű, nagyszerű volt, de már két órája megy ez, és szerintem <laughs> mindenki a a hallott eleget, majd utána néz ezeknek a dolgok, Át gondolja. És aztán eldönti, hogy szerinte mi a szituáció. Ez remélem... az evangéliumot elmondjuk a végére, hogy ha valaki nem ismeri az urat. Nézd, elmondhatod ugye, ugye, az utolsó szólyó. Ugye, ugye szokták mondani, hogy ha prédikálsz, úgy prédikálsz, mintha az utolsó alkalom lenne. Mert ha valakit holnap elcsap az autó, és úgy megy át az valóságra, az egy nem egy jó dolog. Ugye az evangélium az lényegében az, hogy, mind, hogy, minden ember vétkezett, és hiába van Isten dicsőségével, senki sem jó egyedül az Isten, ugye, és ugye, tehát igazságtalok nem öröklik Isten királyságát. Ahhoz, hogy te örök életet kapjál, ahhoz szükséged van bűneidnek a bocsánatára, szükséged van a bűneid elengedésére, és az adósság elengedése, az az engesztelés, amit a vámszedő fogalmazott meg, hogy Uram, légy irgalmas nekem bűnösnek, ahol is az irgalmas szó az az engesztelésnek az igei alakja, és azt jelenti, hogy szerez egy engesztelő áldozatot nekem. Te egy olyan adós vagy Istennek, a bűn az egy adósság is, ugye ha már definíciók vannak, amikor védkeztél, adósa lett Istennek. És ezt az adósságot el kell törölni, de ehhez kell valaki egy kezes, aki ugye kifizeti az adósságot, és valaki bemegy a bíróságra helyettet, hogy én, én ki, vagy leülöm a börtönbüntetést, vagy kifizetem az óvadékot. És ez volt ugye az Isten báránya, aki elvette a világ bűneit, és az ő kereszthalála eltemettetése és föltámadása által neked is lehet örök életed, üdvösséged, megmenekülésed, szabadulásod, és kapcsolatod az örökkévalóval, függetlenül a cselekedeteitől, meg a múltattól, ha elismered, hogy gonosz voltál, védkeztél, nem az úr szerint jártál, nem ismerted őt, vagy Pál hogy tudatlanságomban hitetlenül cselekedtem. Ha beismered a védkeidet, akkor hű és igaz az Isten, az édesapa, az örökkivaló, Jahua, vagy Jehova, vagy Jahve, mindegy, tehát az Isten. Ő hű és igaz, és megbocsát, megtisztít téged minden gonoszságtól, minden hamisságtól. És a bűnbánatodnak a megpecsételése megpe az, hogy amikor megtértél, hazajöttél Istenhez, akkor fogod magad és bemerítkezel vízbe, és eltemeted az egész gonosz bűnös életedet. Ahogy Izrael is átment a vörös tengeren, te is átmész a vizen, és azt mondod, hogy Uram, én most meghalok, és legyen minden a te akaratod szerint, és Jeshua követni akarlak téged, mint gyakornokod. Akkor megkapod a Szent Szellemet, ugye Péter mondta az Isten ajándékát, megkapod, jó, ugye ami adatot a régieknek, azt mondta hogy mert ugye ti étek az ígéret, és azok is, akik majd később lesznek, akik majd hisznek. Tehát egy Istennel, te egy szellemi szövetségben, egy szellemi egységben lehetsz, és már úgy élheted ezt a földi életedet. Nagyon fontos, ne arra válj, hogy a mennybe jussá majd egy nap. Ez ilyen buta keresztény felfogás, hanem az a lényeg, hogy a menny jut beléd. Mert hát azt mondta a messiás, ha én az Isten újjával űzöm a démonokat, akkor bizony mondom nektek már itt van az Isten királysága. És amikor beléd jön a messiás, akkor te is ezt a zoét fogod élni, ezt a magasabb rendű értelmes életet már ezen a földön. Természetesen lesz üldöztetés, nyomorúság, mindenféle dolog, mert a sátán, az oroszlán majd keresi, hogy elnyeljen téged, ő majd ellened akar támadni, de veled lesz a vigasztaló, a pártfogó, és végigvisz téged. És amikor majd egy pillanat. Mondhatod. Ja, jó. Oké, okay. de még van, ugye? Uh -huh. Igen. Jó. Amikor, tehát amikor majd ugye odaállsz az örökkivaló elé, sőt, igazából maga Jézus fog ítélni, ugye beállunk a messiásnak az ítélőszéke elé, akkor te ott majd úgy állhatsz be, hogy hű voltál a kevesen, ugye megtetted, amit rád bíztak, ugye, és azt mondja majd, hogy gyere be az urad örömébe. Úgyhogy az evangélium az az, hogy neked nem kell egy ilyen széltalan, értelmetlen, szürke, vagy nem tudom, bármilyen életet élned, hanem lehet kapcsolatod az élő Istennel, és aztán ő majd elvezet minden igazságra, és olyan lehetsz majd, ugye a pont, amit a kígyó akart megcsalni, igaz, hogy olyanok lesznek, mint az Isten, ezzel zárom, Lukács 6.40, a gyakornok, a tanítvány, ha teljesen fölkészült, ha teljesen meggyógyult, ha teljesen helyre lett állítva, ha teljesen tökéletes élet téve, akkor olyanná lesz, mint a mestere. Ez a cél, hogy a meskiáshoz illő, úgymond idézőjelbe szellemi menyasszony legyél. Nem jó a férfinak egyedül, a fiúnak, a jesuának nem jó egyedül szerzek neki hozzáélő segítő társat, és ezek vagyunk mi, a, az ő népe. Ez egy nagy szerelemszövetség, bizonyára ezzel egyetértesz, hogy, hogy az úra lehet egy szerelemszövetségbe lépni és annyira imádni az Istent, annyira gyönyörködni benne, annyira újongani neki, mint ahogy egy menyasszony gyönyörködik a vőlegényében, vagy egy vőlegény gyönyörködik a menyasszonyában. És talán ez egy jó jó számomra, hogy mi azért szeressük Istent, mert ő előbb szeretett minket. Isten Számos, és akarja, dolog elhangzott, számos dolog elhangzott, ami csak hozzáteszem így az én oldalamról, többek közt az, hogy nem való fejébe a tanítvány az ő mesterén, és a tanítvány olyan lesz, mint a mestere. Azt nem tudom, hogy hogy leszünk mi olyanok, hogyha nem azt csináljuk, amit ő, ez ugye egy dilemma, amit mindenkinek el kell, kell gondolkozni. Ott az, hogy meggyógyult. Ott az, vagy meggyógyult. Nézd meg azt a szót. Értem, de a tanítvány maga azt jelenti, a kifejezés azt jelenti, hogy úgy jár, ahogyan, ahogy a nő jár, hisz ez matrétész. A matrétész kifejezés A szor, gyakornok, így van. A gyakornok. Ami azt jelenti, hogy tanul, megtanul, ami jelzi, hogy a tanítványság lényege az, hogy a tanítvány tanul, rabbiát követi, tanul tőle, életmódként él, Szóval, ha ő járt a sabatra, ha ő járt az ünnepekre, ha úgy élt, hogy élt bűntelenül, akkor az azt jelenti, hogy a tanítvány is azt csinálja, különben nem egy tanítvány. Ezért van az, hogy a legtöbb ember, aki mondja, az nem az ő tanítványa, csak mondja, ez az egyik. A másik az, hogy ha az a rengeteg bűn, amiről szó van, az nekem szükség van az ő áldozatára. Fel kell, hogy merüljön a kérdés mindenkiben, hogy mi határozza meg, hogy én azokat a bűnöket, amik adósságá válnak. Hogyha a tora már nincs érvényben, ami megmutatja, hogy mi a bűn. Ez az egyik. A másik, hogy ha azt akarjuk mondani, hogy a megtérésem előtt a tóra vonatkozik rám, és felfedi a bűnömet, de miután megtértem, már nem vonatkozik rám, akkor mi az egésznek az értelme, ha utána már élek úgy, ahogy akarok? De ezekre talán megtaláljuk a választ a következő alkalommal, amennyiben összetudjuk ezt egyeztetni. Én köszönöm Attilának a beszélgetést, meg, én, meg bízom abban, hogy hasznos volt, és én mindenképpen jobban megértettem talán azt, amit, amit, ő képvisel, meg remélem, hogy ő is azt, amit én, meg mindenki más tanult ebből valamit. Köszönöm még egyszer Attila, hogy itt voltál, megtalálnak téged a Youtube-on, Váradi Attila, a csatornádnak a neve, és azt hiszem, hogy a weboldalad is létezik egy weboldal, jól emlékszem? Hát azt már régen nem, azt nem az a nyugodt lesz az életed. Azt nem használod. Használ. Akkor, akkor, a YouTube csatorna az, ahol a Attilának a tanításait elérhetitek, ha valaki tájékozódni akar. Ez ügyben. Mindenkinek a legjobbakat, és akkor hamarosan találkozunk, ez volt a nagy dolgok. Mindenkinek köszönöm a figyelmet, és halleluja. Sziasztok. Sziat. Én is köszönöm a meghívást. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahuaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja Egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az infobubble.hu illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.